Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a klubban megjelent, illetve úgy mondanánk, hogy boldog új évet, hiszen a klub úgy, mint az egyetem, őszi-tavaszi szezonban indul és folytatja a tevékenységét. Mielőtt átadnám a szót a műsorvezetőnek, Benesi Csabának, és természetesen szeretettel köszöntöm vendégeinket, azzal, hogy a mai alkalom immáron hagyománnyá vált alkalom, nem csak a választások előtt után, hanem közben is mindig megkérdezzük az önkormányzatot, illetve a város vezetőit és a frakció vezetőket aktuálpolitikai kérdésekről. Már csak azért is érdekes a mai fórum, mert a HVG-től elkezdendően a Dunántúl naplóban igen forrongós a hangulat, és ezt érzi és érti, vagy érzi, de nem érti Pécsváros úri közönsége, hogy mitől van ez az indulat, és mi van az együttműködése és egyáltalán Pécs városával. Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőit innen a Vasutas klubból, az értelmiségi klubból, ahol fél időben az önkormányzat címmel egy vitaestet rendezünk 2:45 percben. A résztvevők Toller László Pécs polgármestere, Deák Péter a MIEP frakció vezetője, Galvács András kisgazda szellemiségű frakció képviseletében. Itt szeretném elmondani, hogy a plakátokra kisgazda frakció így került föl. Szeretnénk ezt pontosítani, kisgazda szellemiségű frakció. Hofbauer József a civil frakció részéről, Nagy Csaba a Fidesz Magyar Polgári Párt részéről, Szirmai Csaba a Magyar Szocialista Párt frakciójának vezetője, és Papp Béla a Szabad Demokraták Szövetségének képviseletében. Azt gondolom, hogy a vitafórumnak a menete teljesen egyértelmű, és nem hiszem, hogy nagy meglepetések várhatók. Szeretnénk hallani mindenkinek a véleményét arról, hogy hogy látja Pécsváros helyzetét. Az előbb nem mondtam el, hogy Papp Béla alpolgármester, elnézést kérek tőle. Toller László polgármester kérdezném először, hogy milyen bizonyítványt állít ki. Hát nem azt mondom, hogy önmagáról, de a városról. Önmagamat nem szoktam osztályozni, ezt megteszik helyettem. 4 évenként a választók. Én gondolom, így lesz 2002-ben is. Én azt hiszem, hogy a város teljesítményét és az önkormányzat teljesítményét együtt kell értékelni, hiszen a város gazdasága fejlődött. Kilóg a térségből, hála Istennek és pozitív módon, akár a foglalkoztatást illetően, akár a munkanélküliséget illetően, az egyetemi integráció 25 ezresre duzzasztotta a hallgatói létszámot, az egyetem az első, második helyen áll a foglalkoztatók tekintetében. Az egyházak virulnak, mint talán soha, akár tekintélyük, akár rangjuk a régióban meghatározó, a történelmi egyházak valamennyien. És azt is el kell mondanom, hogy azok az új befektetők, amelyek a nagy kereskedelembe jöttek, részben az iparizési adunkat rendesen feljavították. A másik oldalról hoztak egy másik kultúrát, kereskedelmi kultúrát a városba. És láss csodát, mindenki azt várta, hogy miből fognak megélni, megélnek. Tehát valószínűleg a városnak és a térségnek a jövedelemtermelő készsége, a szűkebb agglomeráció jövedelem szerző képessége vagy termelő képessége javult. Én azt hiszem, hogy ebben a környezetben jól illik az önkormányzat, hiszen amikor átvettük 1998-ban, a valós költségvetési hiánya 2,6 milliárd körül volt az önkormányzatnak. Az intézmény rendszerében elmaradtak azok a döntések, amelyeket a bokros csomag után azonnal, de legalább 1996-ban meg kellett volna hozni. Ez elsősorban a közoktatás struktúraváltását kellett volna jelentse. Az egészségügyben is lett volna teendő annak idején, amiben szintén kevés lépés volt. Ezt hozzáteszem, mi sem tudtuk igazán jól megszervezni az elmúlt 2 évben. És hozzátartozik ehhez a képhez az is, hogy a fejlesztési politika alapvetően közműcentrikus volt, ebből is a vízi csatorna hálózat fejlesztés volt, ami hatalmas eszközökkel szép eredményeket hozott, el kell mondani.
viszont a valós igényeket nem tudta kielégíteni, és a ráfordítás hatékonysága utólag is és napjainkban is megkérdőjelezhető. Ebbe a környezetbe tartozott az is, hogy kellett valamit tennünk a távfűtéssel, hiszen a tartós és politikai alkuk eredményeként kialakult távfűtés állat egy reális piacra alapra kellett helyezni, úgyhogy a cég működőképes legyen, ugyanakkor pedig a lakosság számára ne elviselhetetlen terheket nyújtson, vagy adjon a távfűtés. Hát a 1996 körül a háztartási költségeknek az egyharmadát jelentette, de inkább a 40%-át a távfűtés díja a városban. A több okból ez már jóval alatta van ennek az aránynak. 3100 lakásigénylő volt 1988 óta, nem épült ki, 1991-hez képest, azt hiszem az utolsó lakásokat valamikor elkerülhatták át már csak szórványban. Nem épült szociális bérlakás, egyáltalán lakás a városban. Azok a támogatási formák csak keveset hoztak, amit korábbi önkormányzatok és kormányok együtt tudtak biztosítani, ezt a kérdést is kezelnünk kellett. Ha az elmúlt két évet nézem, akkor mindezeken a területeken jelentős előrelépés történt a városban, de a folyamatnak a derekán vagyunk, tehát nem a végén. Hát az elmúlt két évet, ha értékelni kell, akkor egy pozitívumot mindenképpen meg kell, hogy jegyezzünk. Ez pedig az, hogy a városi költségvetés a mai napon még talpon áll. Ugyanezt különböző költségvetési praktikákkal sikerült elérni, és itt mindjárt mondanék például egyet. Ez egy tavalyi évet érintő közgyűlési döntés volt, és közel 770 millió forintot ütemeztünk át, gyakorlatilag alakítottunk át egy középtávú hitellé, amit nyilvánvalóan, hogy elsősorban majd a következő ciklus képviselőinek kell majd kigazdálkodni a költségvetésből. A költségvetést ezen kívül még jellemzi még egy negatív folyamat még hozzá az, hogy közel 2 milliárd forint olyan bevétellel számol, ami évről évre nem ismétlődő bevétel, tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a költségvetés az ilyen tekintetben forráshiányos. Olyan ingatlan és olyan mértékű ingatlan eladásokkal, mint amit az idei évben beterveztünk a költségvetésbe, nagyon nehéz lesz az elkövetkezendő két évben számolnunk, tehát azt gondolom, hogy a költségvetési házi feladat, hogyha ezt egyáltalán lehet ilyen szerencsétlenül megfogalmazni, akkor még hátra van a közgyűlés tekintetében. Én azt gondolom, hogy itt még súlyos döntéseket kell majd meghozni az elkövetkezendő időszakban. Azt gondolom, hogy mi sem jellemzi jobban a folyamatot, mint az, hogy az ingatlan értékesítések nagyon kiszámíthatatlan bevétele miatt, ütemezhetetlensége miatt az idejében 1 milliárd forintos folyószámmal hitelkeretet kellett megnyitni, amit elég hosszú időn át 6-700 millió forinton igénybe is vett a város. Nyilvánvalóan, hogy jellemzi az is a folyamatot, hogy nem mindig kellett ezt a hitelkeretet kimeríteni. Így például a szeptember az egy olyan szerencsés hónap, hogy a helyi adóbefizetések miatt ez a hitelkeret most gyakorlatilag nulla, de már a következő hónapban feltételezhetően ismét igénybe kell venni. Azt gondolom, hogy ez nem csak a városi testületet állította nehéz helyzet elé, hanem az illetékes főosztályt is, akinek a munkatársai olyan munkát kénytelenek végezni, amit régebben nem kellett, tehát a napi likviditást figyelve kell a különböző pénzügyi kifizetéseket eszközölni. Nagy Csaba véleményére hadd reagáljak egy kicsit a költségvetéssel kapcsolatban, talán azért, mert szakmám is ez a terület. Én nagyon nagy előrelépésnek érzem azt, hogy ez évben ilyen költségvetés sikerült csinálni, és a költségvetést ilyen jól sikerül eddig teljesíteni. Az, hogy ma nulla a folyószámla hitelkeret, az borzasztóan jó, de akkor sincs katasztrófa, hogyha ez átlagosan éves szinten 300 millió forint körül van. Én úgy gondolom, hogy ez a korábbi évekhez képest nagyon nagy előrelépést jelent, és emellett figyelembe kell venni azt, hogy a városban olyan beruházások történtek folyamatosan az elmúlt két évben,
amelyek mind a lakosság érdekeit szolgálják. Gondoljunk itt az új buszbeszerzésekre, gondoljunk az útépítésekre, ugye elkészült a nagy nehezen az Ágoston tér, annak a folytatása idén történik meg. Tehát ezek mind olyan eredmények, amelyekről igenis beszélni kell, és nyugodtan vállalni kell ezeket az eredményeket. És nem arról szól a dolog, hogy ez a város, mint ahogy említetted, a botrányok városa. Igen, vannak viták, de ezek a viták nem törpíthetik el azt az eredményt, amit eddig megtett. Hirtelen azon gondolkodom, hogy melyik várossal hasonlítsuk össze magunkat a potenciális regionális székhelyel, mondjuk itt 3-4 év alatt kb. 4000 munkahely keletkezett, a szomszédban talán néhány száz. A munkanélküliség 6,5-7% körül áll, amikor országosan 13,7% volt, akkor se volt magasabb itt 8%-nál. Tehát ezek olyan a gazdaság állapotát jelző számok, amik azt hiszem objektíve megmutatják, hogy milyen helyzetben van a város. Tehát egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy figyelembe véve a geopolitikai helyzetünket, tehát magyar a város fekvését, a horvát határszélt, a háború szomszédságot, sok egyebet, ez a város igenis talpon tudott maradni, sőt a külső körülményeket figyelembe véve fejlődött is, én azt gondolom nem is keveset. Van a város megítélésének nyilván egy sokkal szubjektívebb szintje is. Na hát ez nagyon tarka. Én állítom önöknek, meg mindenkinek, hogy miután elég sok külföldi vendéggel találkozom, üzletemberekkel, itt élő vállalatvezetőkkel, hogy a város megítélése jó, sőt jeles. A város lakóinak nyilván különböző problémák szemszögéből már cizellált a véleménye, hisz ahol, és ez a város területének 85-90%-a, ahol evidens a víz, evidens a csatorna, a gáz, tehát összközmű van, azoknak kisebb a gondjuk, mint ahol nincs. Ahol nincs, nyilvánvaló, hogy hangosan kiabálnak, és igazuk van, hisz az élet alapvető föltételeinek bizonyos dolgai ott még hiányoznak. Más a helyzet nyilván a politikai szférában, mert az ellenzék csinálja a dolgát, nyilván meg fogjuk vitatni, hogy milyen stílusban és milyen hangnemben, de én azt gondolom, hogy egy kicsit össze is kéne hasonlítani más városokkal Pécset. Ugye a mi kategóriánk mondjuk Debrecen, Miskolc, Szeged, Győr. Győrt mindjárt ki lehet venni, mert Isten adta, áldott, jó helyen van, a nyugatról érkező tőkebefektetés első számú kedvezményezettje. De hát menjünk át Miskolcra, ahol ugye komolyabb bajok vannak. Miskolc költségvetéséből évente 500 milliót adnak a távfűtőművek támogatására, és 400-500 milliót a közlekedés támogatására. Most hogy nem? Pécset ez a két cég ma támogatás, illetve a PTRT, tehát a buszközlekedési cég ma már támogatással működik, de hát ebbe bizonyos árpolitika egy erőszakolt inflációs elvárás, ez a híres 6% nem kis szerepet játszott. És hát sorolhatnánk tovább a városokat, a hitelállományt ugye itt Nagy Csaba említette. Én azt gondolom, hogy a Debrecen-Miskolc párunk, mind a kettő ugye nem ellenzéki vezetésű, lényegesen nagyobb a hitelállománya, mint Pécsnek. Na most ez a hitelállomány kezelhető, ezt közgazdászok nálam jobban tudják. Kérdés az, hogy milyen trendeket tudunk érvényesíteni, és itt már elhangzott, hogy az intézmény racionalizálásba bizony elindult egy folyamat, az én szándékomnál lassabb. Itt sajnos a politikus, a képviselő és ember bejönnek szubjektív tényezők a dolgok megítélésébe, és hát ilyenkor jobban fáj erre, ugye a képies példa az, hogy ha amputálni kell, akkor vágnak vagy szeletelnek. Hát mi az elmúlt 4-5 évben szeleteltünk sajnos, és miután eltelt nagyjából az idő. Most én amputálnék. Igen, tehát az én lehetőségem ebből, én Esi Csaba most leamputálja. Köszönöm szépen. Köszönöm a megértést. Galbács András, kisgazdaszerelőségi frakció. Amikor a választásokat annak rendje módja szerint az ellenzéki oldalról elvesztettük, akkor és elkészült volna az első költségvetés, személyemben úgy érzem, és a frakciómban is némi gondok keletkeztek, mert problémát jelentett lelkiismereti oldalról, hogy alapvetően az első költségvetés tervezet, amelyet a szocialista
tehát a szocialisták által irányított szövetség beterjesztett, számomra olyan értelemben szimpatikus volt, hogy először mondta ki, hogy ennek a városnak a jövedelme és a költsége paritásba kell, hogy legyen. Magyarul mondva, annyit költhetünk, amennyi ennek a városnak a rendelkezésére áll. Ez szimpatikus volt, ehhez elméletileg csatlakozott volna induláskor egy kifejezetten radikális költségvetés a tervezet szerint, ami alapján a város pénzügyi helyzetét teljesen egyensúlyba hozták volna. Hát aztán telt az idő, és egy év után bizony rá kellett jönni, azért ezt nem kell ennyire szigorúan venni, ez fellazult, és ami számunkra különösen és számomra különösképpen kellemetlen, gazdasági oldalról vannak olyan aspektusok, amit én nem tudok feldolgozni. Természetes, egy vagyonnal gazdálkodni kell. A vagyont úgy kell átcsoportosítani, ahogy azt az adott gazdaság érdeke megkívánja, tehát adott esetben értékesíteni kell, de nem csak értékesíteni. És itt van az a probléma, amelyet nem csak ebben a ciklusban, de több cikluson keresztül sem sikerült soha érvényesíteni, hogy a város ne csak eladjon, hanem vásároljon is. Nagyon-nagyon szerettük volna elérni, hogy mondja ki a közgyűlés, hogyha értékesít egy X értékű vagyonhányadot, abból legalább egy 20-30 vagy 15%-nyi hányadot félretesz, és azt nem beruházásra, nem kvázi felhalmozásra, úgynevezett felhalmozásra fordítja, hanem konkrétan abból mobil, újabb, újra értékelhető ingatlanokat vásárol. Fontosnak tartottuk ezt azért is, mert olyan ingatlan viszonyok vannak még pillanatnyilag Pécsen, hogy a város helyzetéből adódólag nagyon kedvező, mondjuk ki ezt a szót, nagyon kedvező üzleteket köthetne, ha erre tudna pénzt áldozni. Sajnos ez nem volt sikeres. Köszönöm szépen, Szirmai Csaba, MSZP frakció. De tőle azt kérem, hogy egy kicsit vegye figyelembe, hogy a pártjából már hallottunk egy ezeres értékelést. Köszönöm szépen, bár a polgármester pártok fölött áll, tehát ugyanannyi, mint a legnagyobb frakciónak képviselője, akkor gondolom. Várom a különbségeket. Igen. A kétféle értékelés között. Hát a különbségek azért nem nagyok, mert mi támogatjuk a polgármestert legnagyobb létszámmal, de azért szeretnék Nagy Csabához egy dolgot mondani. Szóval, ha szakmánál maradunk, akkor egy hitel átcsoportosítás az nem pénzügyi praktika, hanem egy pénzügyi tranzakció. Tehát nem kéne itt a szakmába gyakorlatilag ilyen praktika meg ilyeneket belevinni, maradjunk a szakmánál, pénzügyi tranzakció. A költségvetés talpon lesz, és ugye én ezt az aggal... Nagyon örülök neki, hogy elismert, hogy a költségvetés már egyensúlyos, mert ez így van, és ha azt meggondolom, hogy ez a költségvetés két évvel ezelőtt bizony sokkal nagyobb bajba volt, akkor ez egy pozitívum az ellenzék részéről, hogy elismerte, hogy ma van. Én két évvel ezelőtt is nyilvánosan elmondtam, hogy mi a költségvetés rendbe fogjuk hozni. Ez a két év után ez a rendbetétel nagyjából megtörtént, és rátérnék a beruházás oldalára, és ez is egy érdekes dolog talán azok számára, akik nem közelebbről nézik a város működését, illetve a közgyűlést, hogy ugye most megjelent az, hogy kevés ingatlant tudtunk eladni. Most hát ugye ez nagyon érdekes, mert az én szempontomból ez öröm, ugyanis voltak olyan ellenzéki vélemények annak idején, hogy a város eladja a vagyonát. Tehát vagyonfelélésben működik. Most meg tudtuk úgy oldani a költségvetést, hogy alig kellett eladni valamit, most meg az a probléma, hogy miért nem adtunk el többet. Tehát itt egy nagyon érdekes dolog van, és itt Galbács úrnak is azt mondanám, hogy azért a fejlődést itt észre lehet venni, mert a város eddig csak eladott. Tehát nyilván nem bukik át egy gazdasági helyzet egy városnak úgy, hogy máma elad, és a következő évben meg olyan helyzetbe kerül, hogy már venni is tud, hanem itt valami szerves fejlődés van, most már nem adunk el annyit, és eljön az idő valószínűleg ebben a ciklusban, amikor venni is tudunk. Elhangzott itt egy-két megállapítás, amit úgy érzem, hogy pontosítani kell. Elhangzott, hogy a várost jelenleg vezető koalíció két évvel ezelőtt vette át az irányítást a városban. Nos, ezt pontosítani kell, hogy ez nem két éve, hanem négy éve történt 1996-ban. Ugyanis akkor formailag Pálva Zsolt polgármester
irányította és állt a város élén, de valójában a közgyűlés ugyanazzal a többséggel rendelkezett, mint most. És itt kell megköszönjem ugye a szocialista frakció vezetőjének, hogy elismerte, hogy bizony nagyon-nagyon rossz állapotba vették át saját maguktól 98-ban a várost. A következő, amit szerettem volna megjegyezni. Elhangzott, hogy siker, hogy jó költségvetés sikerült csinálni. Én azt mondom, hogy az a siker, hogy egyáltalán költségvetést sikerült csinálni, ugyanis ez a költségvetés számos fiktív számot tartalmazott. Akkor mi erre fölhívtuk a figyelmet. Két jelentős tételt szeretnék ebből kiemelni. Az egyik a pozitív pénzmaradványoknak a kérdése, amit a költségvetési vita során 600 millió forintos pozitívummal állítottak be. Lesöpörték az asztalról azokat az érveket, miszerint már az előző esztendőben is negatívum volt, és nincs okunk feltételezni, hogy ebbe változást következik be. Ez sajnos bekövetkezett, és a 600 millió forintos pozitívummal szemben 600 millió forintos passzívum volt tapasztalható. A másik pedig az ingatlan értékesítéseknek a tervezett összegét éreztük, és érezzük túlbecsültnek, bár elképzelhető, hogy az év vége fele ebből még jelentős tételek realizálódni fognak. Ugyanakkor meg kell azt jegyeznünk, ami itt a beszélgetés során még nem hangzott el, és amit a benyújtás pillanatában a város vezetői se vitattak, ugyanis a város könyvvizsgálója tételesen kimutatta, hogy évről évre jelentős vagyonfelélés folytatódik. És hogy az ellenzék végzi a dolgát. Én azt hiszem, hogy természetesen lehet erre is hivatkozni, hogy a városban milyen légkör alakult ki. Én azt hiszem, viszont a helyzet az, hogy az ellenzék még legalábbis most arról a frakcióról beszélhetek, amiben van szerencsém dolgozni, nagyon finoman és nagyon korrektül áll a kérdéshez, és remélem, hogy az elkövetkezőkben és az elkövetkezendő időszakban olyan kedvező légkört alakít ki, ami majd meggyőzi a választókat arról, hogy milyen irányba kell elmozdulni. Köszönöm, miért még itt a légköri kutatásokba átmennénk. Azt javaslom, és nagyon röviden kérem, hogy mindenkinek lehetőség lenne reagálni arra, amit elhangzott, és amit úgy érez, hogy bizonyos viszont választ kíván. Polgármester úr. Persze egy halmozott hátrányos helyzetű leszek, én mondom az előszöveget, és utána ütik le, de semmi gond nincsen. Csak pontosítani szeretnék. Én a politikában sok mindent elfogadok, a csúsztatást, a félrevezetést is esetleg. Én soha nem gyakorlom, tehát erről talán 10 éve híres vagyok, ha máshol nem is. Ez nagyjából bizonyítható. Így aztán zavarba vagyok mindig olyankor, mikor tudatosan valaki hamisat állít, úgyhogy a tetejében az információ teljes birtokában. A rulizoló hitelt összekeverni egy tartós hitelvel, ez nem szakmai hiba, tisztelt képviselő úr, Nagy Csaba képviselő úr, egy tudatos csúsztatás, méghozzá nem is akármilyen. Tehát egyszerűen nem igaz. Nagyon jó tudja, hogy ez a végén derül ki, január 1-én, hogy mi marad ebből. Addig ez légből kapott állítás, mindenféle hitel, meg 1 milliárd, meg hasonló. Ez egy gazdálkodási hitel, mindenki tudja. Százszor elmagyaráztuk, most nem mégis megismétli. A 600 millió aktívum szó se volt róla soha. Képviselő úr, mutassa meg azt a költségvetést, ami ez volt beállítva. Hogyha ezt megmutatja, én komoly áldozatokat hozok akármilyen vendéglátó egységnek az oltárán ahhoz, hogy kielégítsen. Na, ez egy jó platform, kielégítsen költségvetési zomját. Tehát egyszerűen tényszerűen nem igaz, ilyen költségvetés soha nem született ebben a vár, legalábbis ebben a 2 évben, még hasonló sem. Az ingatlan értékesítésnél, hál' Istennek, nem vagyunk rákényszerítve, mint 1990 és 96 között, vagy utána is legalább még egy évig, hogy nagyon olcsón értékesítsünk ingatlanokat, és azzal a hamis ideával, itt talán a mi Épes képviselő úr meg fog lepődni, mellé fogok állni ebben a megnyilvánulásban, tehát abban a hamis ideában, hogy a vállalkozások serkentésének ez az igazi eszköze. Komoly vállalkozó bizony megvette nagyon drágán is az ingatlanokat, és ezután is így lesz Pécset,
mert hogyha nem így történik, akkor a szigetüti torzóra szeretném, illetve bocsánat, a Tüzér utcai torzóra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Az egy jó olcsony értékesítő. Polgármester úr, egy pillanat, az idő nagyon, nagyon, az idő, légkör, a légkör. Én végighallgattam a hét képviselő urat, én csak azokra válaszolok, ahol vitánk van, tehát nagyon dicsértek bennünket, azokra semmiképpen sem. De azért be fogjuk csukni a módot. Igen, hamar, hogyha... mert szeretném, hogy a költségvetési vitát hozzánk, hiszen erre van mód. Okay. Itt a nyilvánvaló félreértésekre vagy tévedésekre szerettem volna utalni. A negatív pénzmaradvány, megint úgy közgazdálkozkodtak, hogy aki ért hozzá, az is rosszul mondta, de nem baj. Nem mindegy, hogy ennek mi az összetétele. Az effektív költségvetési hiány, tehát a zárszámadási hiány, vagy ez kötelezettségekkel megspékelve, ami a fejlesztési célú kiadásokat jelent, illetve elkötelezettségeket. Tehát amit a képviselő úr mondott, az 270 millió forint körüli hiány. Ez fele volt, közel fele volt az általunk megkapott hiánynak, és erre jött durván 400 millió forint fejlesztési célú elkötelezettség, amely fejlesztéseket nagyjából be is fejeztünk 1900, illetve 2000 derekára. Én azt hiszem, hogy ez ilyen gördülő fejlesztési tervek még lesznek ebben a városban, és nem akarok senkit bíztatni, ha a kormány képes egy-két éves költségvetésre, mi háromra is. 1990-ben született egy közgyűlési döntés, ezt a határozatot ki lehet keresni az adattárban, mely szerint egy 700 millió forintos hitelt átalakítottunk közép, illetve hosszú lejáratú hitellé. Ez nyilván nézőpont kérdése. Egy tény, hogy ezt a 700 millió forintot zömében a következő testületnek kell majd visszafizetnie. Ez az első reagálásom. A második. Azt mondta a polgármester úr, hogy 2,6 milliárd forintos hiánnyal vette át ő a költségvetést. Én azt gondolom, hogy saját frakciótársaival kellene itt eszmecserét folytatni, hiszen 1997-ben, 1998-ban az MSZP-s bizottsági elnök úr vezényletével terjesztette be az MSZP frakció a költségvetést a város elé gyakorlatilag. Nyilván jogilag a polgármester úrnak kellett megtennie, de a költségvetés kidolgozásáért az MSZP viselte a politikai és a jogi felelősséget is gyakorlati értelemben. Én azt gondolom, hogy ha érdem, hogy egy MSZP által megszavazott költségvetés sikerült rendbehozni, akkor ez nyilván a polgármester úr érdeme, de hát én ezt igazából nem kívánom értékelni. Én változatlanul azt mondom, hogy ez a 700 millió forintos hitel átütemezése költségvetési szempontból egy pénzügyi praktikának minősíthető, mert hiszen a tavalyi súlyos pénzügyi helyzeten így tudott könnyíteni a várost kormányzó koalíció. Annyit szeretnék még ezzel kapcsolatban elmondani, hogy nyilván lehet előre lépésként értékelni azt, hogy 350 millió forint körül alakul az idei évben az átlagos folyószámla hitelállomány, de meg kell nézni a 99-est vagy a 98-ast, ennél kevesebb számot fogunk ennél a statisztikai adatnál találni, tehát valóban előrelépés, de hát ezt igazán pozitívan értékelni szerintem, véleményem szerint nem lehet. 94-98 vagy pontosak legyen, 96 május 1-én lett a szocialista frakció, kérem szépen városvezető. A 96-os költségvetést még az előző, a mai jobb oldal, tehát a jobb oldal terjesztette be. Nyilvánvaló, hogy egy 17 milliárdos költségvetésű városban nem lehet egy év alatt megfordítani azokat a tendenciákat, amik addig uralkodtak, és egy nagyon rossz helyzetű. Két év kellett, még rendben lehetett ezt tartani, ez volt 98. Azóta van a javulás, tehát nincs semmi dolog ebben, csak azt szeretném elmondani, egy nagyon érdekes dolgot, hogy október 6-án lesz egy bírósági tárgyalás, aminek a témája az, hogy az akkori városvezetés a Matáv részvényeket, aminek ma 1,9 milliárd forint az értéke, 320 millióért adta el. Ezt majd egyébként gondolom, hogy lesz, milyen szerettük volna, de ha már erről beszélünk, akkor mondjuk ki. Másfél milliárdos veszteség van, és most a szerencsénk lesz, akkor a bíróság ítél nekünk, és kapunk pénzt. Hát talán meg kéne várni a bírósági ítéletet, én azt javaslom. Igen, azért, de hogy én tényeket elébe. mondtam, tehát ami, a bíróság nem azt fogja eldönteni, hogy helyes volt ez az ügylet, vagy nem, hanem Pécs városa kaphat-e többlet pénzeket a Matáv részvényekből, avagy sem. De maga a tény, hogy a mai értéken 1,9 milliárdos részvénycsomagot 320 millióra adott el a város a
pénzügyi főosztályvezető aláírásával az tény és az nem bírósági téma. Kicsit nagyobb összefüggésbe, hadd mondjam azt, hogy azért ezekben az akciókban az állam mindig benne volt. Tehát az APVRT aktuális vezérkara gyakorlatilag folyamatosan kész átverés sót rendezett az önkormányzatok számára, mert a nekik járó vagyoni juttatást úgy rendszeresen nem adta oda, tehát ez azért hozzátartozik. És itt kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy 90-ben született egy legendás önkormányzati törvény, amiben volt egy nagyon gyönyörű mondat. Az a mondat meg úgy szólt, hogy az önkormányzatok kötelező feladatait az államnak finanszíroznia kell. Na most ez soha a büdös életben nem történt meg, semmelyik kormány alatt. Kisebb-nagyobb lukak mindig voltak, ugye ma már közhelyszerű, hogy az oktatás finanszírozás jó lenne elérni államilag a 70%-ot, mert hogy nem nagyon szereti elérni még most se. Tehát az önkormányzatok kínja igazából ebből adódik, és a köztük levő vitát is ez generálja, túl esetleg a politikai hátsó szándékokon, hogy az önkormányzati finanszírozás, az önkormányzatok támogatásának a reformja nem akar megszületni. Tehát ma az önkormányzatok rendkívül kis biztonsággal tudják tervezni a jövő évi költségvetésüket, mindig rákényszerülnek arra, hogy vagyoni elemek értékesítését tervezzék be. Aztán hát ez olyan dolog, hogy én el akarom adni az autómat, eladom, ha van vevő. Na most így van minden önkormányzat. A baj ott van, hogyha megnézzük, hogy az önkormányzatok a GDP-ből hogy részesednek, ez nem követi a GDP növekedését, hanem csökken. Reálértéken 92 óta, jól emlékszem, vagy 93 óta folyamatosan csökken az önkormányzatoknak juttatott vagyoni eszköz. Hát ki emlékszik még arra, hogy indulóban 100% személyi jövedelemadó, aztán 50%, aztán 35%. Most, ha jól emlékszem, 5% jár vissza. Tehát az itt helyben képződő források nem maradnak itt, és akkor a különböző kormányok különböző blikvagos módon adják vissza, és még hálásnak is kell az önkormányzatoknak lenni azért, hogy visszakapják azt, ami az övék. És igazából ez okozza a nyűgötés a vitákat, azért ezt ne felejtjük el egy pillanatig se. Tehát amíg az önkormányzati finanszírozási reform nem készül el, addig ezek a kérdések minden városban, minden értékelésen, minden egyes alkalommal körülbelül ugyanígy vetődnek föl. Azt azért szeretném így megjegyezni Szívcsendben, hogy ez a törvény az kétharmados. Tehát annak idején 90-ben ugye egy kétharmados parlamenti többség kellett hozzá, és azóta egyszer lett volna alkalom változtatni, amikor a kétharmad megvolt a kormányzati oldalon, az pedig 94 és 98 között volt. Bocsánat, súlyosabb a helyzet. És bekerült ez a mondat az alkotmányba. Tehát azóta 95 óta alkotmány sértő minden kormány, aki nem így áll. Ez nagy megnyugvással hallom ezt a véleményt. Tessék tovább. Köszönöm szépen. Volt egy vélemény Szirmai Csabától a bizonyos MATÁV részvényekkel kapcsolatban. Erre mindenképpen szeretnék reagálni, mert azt gondolom, hogy nem lehet elmenni amellett, amit ő mondott. 94 és 98 között én úgy tudom, hogy az MSZP kormányozta a várost, az APVRT akkori vezetését az MSZP jelölte, és 1996-ban a város szembe találkozott egy Vektor RT nevű céggel, aki felajánlott a városnak azt, hogy a város által nem ismert állami vagyonból részesedést szerez. Hogy nem, ez a Vektor RT nem az APVRT-vel ült le tanácskozni ezekről a kérdésekben, tárgyalni ezekben a kérdésekben, hanem Tocsik Mártával. Tocsik Mártával sikerült megállapodniuk, így módon a város hozzájutott egy közel 320 millió forintos MATÁV részén csomaghoz, de mivel legjobb tudásom szerint akkor ez már a privatizáció miatt nem állt az APVRT rendelkezésére, ezért felajánlottak egy olyan megoldást, hogy az akkori, tehát a 96-os részvény árfolyamon készpénzben kielégítik a városnak az igényét. Ezt a megállapodást akkor az illetékes irodavezető, illetve a jegyzőúr aláírta. Én azt gondolom, hogy ha ebben a kérdésben politikai kérdést akarunk csinálni, akkor azt is el kell mondani, hogy Tocsik Márta annak idején ugye 10%-os sikerdíjért dolgozott, amit nem csak erkölcsileg, hanem etikailag is lehet nehezményezni, és meg kell, hogy jegyezzem, hogy az a cég, akit a város jelenlegi vezetése megbízott az ügy a per lefolytatásával, szintén hasonló százalékos arányban fog részesedni abban az esetben, hogyha megnyerik a pert. Bár nekem meg kell, hogy mondjam, súlyos kétségeim vannak, mert elég nehéz lesz a bíróságnak bebizonyítani azt, hogy olyan megállapodást lehetett volna kötni
mondjuk az APVRT-vel, hogy nem 96-ba kéri a pénzt a város, hanem 2000-ben, mert akkor jóval nagyobb lesz majd a MATÁV részvényeknek az értéke, de lehetett volna ilyen tekintetben egy olyan szerződést is kötni az APVRT-vel, hogy mondjuk 2003-ban nézzük meg, hogy amikor már felszabadítják a telefonvonalakat, illetve a telefóniát a monopól helyzet alól, mennyit fog élni egy MATÁV részvény. Egy. A vektor megállapodás az vektor megállapodás volt az önkormányzat, legalábbis egy verbális megállapodás, az önkormányzat és az akkori polgármester kollégám között, tehát semmi köze Tocsik ügyhöz ennek a megállapodásnak kivételesen, ezt közvetlenül Zucman Tamás kötötte, és itt volt Pécset, és közvetlenül tárgyalt elődömmel egy, kettő. A DDRF-in keresztül történt az egész tranzakció, három, testületi felhatalmazás nélkül, azaz minimum okirat hamisítással, és úgy tűnik, hogy semmisége az ügynek meg fog állni a bíróság előtt. Tehát az akkori szerződés semmisége. Ennyit a tényekről. Köszönöm szépen, és ha megkérhetném az urakat arra, hogy függővel lévő bírósági ügyek, ne nagyon beszélgessük. Nincs nagyon kedvem hozzá, őszintén szólva, a sajtóetika is tiltja valamennyire. Én azt hiszem, hogy az nem lenne jódomos. Deák Péter. Albács András. Elnézést, ha már az én kezembe került a mikrofon, de feltétlenül szükségesnek érzek még egy-két gondolatot itt elmondani. Akárhogy nézzük itt, a költségvetésnek különböző oldalról való taglalása folyik. Magam részéről 10 éves önkormányzati pályafutásom alatt legalább 6 évet eltöltöttem a Költségvetési Bizottságba, ronda egy hely volt, higgyék el nekem. Örülök neki, most már sejtjük. Örülök neki, hogy nem kell ott lenni. De akárhogy nézzük, akármelyik oldalról nézzük a költségvetést, egy dolgot azért tudomásul kell venni. A Pécs város lakosságát a költségvetés oldalról egyértekli. A saját komfortérzete. Az, hogy ebben a városban hogy él, az, hogy ebből a várostól mit kap, az, hogy ezen az utcákon hogy tud járni, azt, hogy, akik szenvednek a parlagfűtől, hogy kaszálják le a parlagfűvet, alapvetően így egy szót lehet mondani, a polgárság komfortérzete. Kisgazda szellemiségünknek megfelelően mi mindig is ezt kiemelten kezeltük ezt a kérdést, több-kevesebb sikerrel, inkább kevesebbel. Mi ez a kevés? A városnak beváltatatlan ígéretei vannak kommunális beruházások terén, és nem nagy beruházásokra gondolok, hát nagy beruházás az a lakosságnak tett ígéretek, pénzügyi hivatkozásra való tekintettel nem volt megvalósítható. És van egy nagyon súlyos dolog, ami lehet, hogy egy kicsit talán a polgármester úrnak a gyomrát is meg fogja most viselni, amit elmondok, de tény. Az első költségvetési bizottságnál a sok kollégám, képviselő kollégám konkrétan leírta egy előterjesztésbe, hogy ebben a városban a szükséges város üzemeltetéshez a költségeknek tört része áll csak rendelkezésre. Most én úgy érzem, hogy akár egy gazdálkodó egységet nézek, akár egy családot nézek, mert mind a kettő ugyanaz, vagyont felélni csak egyféleképpen lehet, ha muszáj. Akkor, ha az konkrétan város üzemeltetésre, illetve a család szükségleteire, kenyérre, iskoláztatásra, stb. Kell fordítani. Képviselő úr, az időse, hogy ott nem csak a kenyér és más szükségletek, úgyhogy... Úgy érzem, hogy ebben a kérdésben, hát nem tudom, hogy ebben a kérdésben lehetett volna talán egy kicsit radikálisabban gondolkozni, és másik oldalon nem olyan beruházásokra fordítani, és ezt mi elmondtuk tisztességesen mindig, nem olyan beruházásokra fordítani a pénzt, ami nagyon látványosnak tűnik. Mert valóban látványos szociális lakásokat építeni, de ahhoz először, hogy szociális lakásokat kell lehessen építeni, ahhoz először a pécsi polgárok komfortérzékét kellett volna legalábbis arra a szintre felvinni, hogy ebben a városban igazán jól érezzék magukat. Köszönöm szépen, Deák Péter. Köszönöm a szót, két gondolat erejéig ragadtam magamhoz a mikrofont. Az egyik az, hogy nagyon örültem annak, hogy Papp Béla, a polgármester úr megpendített bizonyos makrogazdasági húrokat, amiket nagy baj lett volna, hogyha ma este nem pendítünk meg, hiszen így igaz, évek óta lehet mondani, hogy az önkormányzatok nagy többsége alulfinanszírozott, és valóban egy jelentős elvonás történik a
mindenkori központi kormányzat részéről, tehát ezt rögzíteni kell, hogy valóban az önkormányzatiságnak nem az az áloga, hogy a helyben megképződő jövedelem 5%-a marad itt. Ez az egyik gondolat. A másik pedig, hogy a MATÁV részvények pillanatnyi árfolyama, illetve tavaszi árfolyama felett kesergünk. Ez egy kicsit arra emlékeztet engem, mintha a cári Oroszország részvényei fölött keseregnénk, hiszen emlékezzünk csak, hogyha nem lett volna nagy októberi szocialista forradalom, most a cári Oroszország részvényei sokkal többet érnének. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, itt a Vasutas Klubban, az Értelmiségi Klubban lezárult a fél időben az önkormányzat című vitaest első fél ideje. A csapatok most az öltözőbe vonulnak, aztán hamarosan ismét a mérkőzés folytatódik. Köszönöm a figyelmüket! Kedves nézőink, fél időben az önkormányzat címmel vitaestet közvetítünk a Vasutas Művelődési Házból, az Értelmiségi Klubból. Elég éles, szókimondó társalgás folyt Pécsváros helyzetéről az első részben. Ha megengedik, én a második részt egy viccel vezetném föl. Nem régen hallottam, hogy a polgármester megbetegszik és be kell vonulnia a kórházba. És meglátogatja a jegyző, és azt mondja neki a jegyző, hogy polgármester úr, a képviselőtestület 16-15 arányban jobbulást kíván önnek. Körülbelül nem azt akarom mondani, hogy ilyen az állapot Pécsett, mert egyrészt nem szeretnék azzal viccelődni vagy példálózni, hogy a polgármester beteg legyen vagy sem, mert nyilvánvalóan nem szeretnénk. És azt sem szeretném sugallni, hogy az ellenzék akkor nem kívánna jobbulást neki, de hát körülbelül azért a helyzet némely szegmensekben azért erre hasonlít. Nagyon sokan, akikkel itt találkozunk, vagy beszélgetünk, a jó légkört, a városi légkört, jóvárosi légkört hiányolják. Őszintén szólva én azt gondolom, hogy a vita az a politika része, és hogyha éles vita van, az is még belefér ezekbe a keretekben, főként persze, hogyha az a képviselőtestületben folyik, és nem pedig az utcákon, a tereken és egyéb más helyeken. Érdeklődnék azért az uraktól, hogy ők hogy látják az itteni állapotokat, az itteni helyzetet. Tehát most, ha úgy tetszik, a légkörről kéne egy kicsit beszélgetnünk. Hofbauer József már régóta hallgatott, nem azért, mintha nem lenne mondani valója, csak úgy láttam, hogy kivonta magát taktikusan ebből a csatározásból, más talán szebb időkre készülve. Nem, én úgy gondolom, hogy nem vontam ki magamat, csak én őszintén megmondom, hogy nem szeretek olyan vitába belefolyni, ami partalan és tulajdonképpen nem előremutató. Ezért nem szóltam hozzá. Én úgy gondolom, hogy nem gondolom, érzem, hogy a városban jelen pillanatban nem a legjobb a hangulat. Nagyon jól leképezte ezt a hangulatot Csefkó Ferinek a cikke a Dunántúli Naplóba, és teljes mértékben egyetértek a cikkben leírtakkal, és azt hiszem, hogy nekünk az a feladatunk, hogy közösen ezért a városért dolgozzunk, és ha egymással problémáink vannak, azt ne úgy próbáljuk beállítani, hogy már megint egy jó nagy botrány van, hanem valahogy más, nagyobb toleranciával kellene egymással kapcsolatban beszélnünk, és egymás politikai nézetéről véleményt mondanunk. Azt hiszem, hogy ez bizonyos értelemben egy kicsit kimozítaná a holtpontról a dolgot. A másik oldala a kérdésnek pedig az, hogy, és elnézést, nem a sajtót szeretném szapulni, de hozzátartozik az is, hogy a helyi
újság vezércikkekbe hozza, hogy milyen központ került Kaposvárra. Hetente kétszer-háromszor ez megjelenik. Közben kiderül, hogy nem is egészen úgy van, de azért megjelenik a cikk. Én azt hiszem, hogy ez nem az önkormányzat munkájának a támogatása, hanem bizonyos értelemben hatásvadászat, és ez a hatásvadászat nem igazán tesz jót a város közhangulatának. Úgy gondolom, hogy közösen kellene mind a média embereinek, mind a politikusoknak tenni azért, hogy az itt született eredményeket valamilyen féleképpen elismertessük, és hogyha sokak szerint nincsenek eredmények, akkor meg arról beszéljünk, hogy hogyan tovább, és mit kellene megcsinálni ahhoz, hogy ne legyen olyan kérdés, ne vetődhessen fel olyan kérdés, bár badarság az én véleményem szerint, hogy melyik a régió központ ebben a régióban. Köszönöm szépen. Én is nem akarom én a Dunántúli naplót mentegetni, mert nem arra vagyok én szerződve, meg megvédik ők magukat. De ez, hogy mi kerül Kaposvárra és mi sem, ez egy politikai vita tulajdonképpen, én úgy érzékelem, sőt, hát ilyen közéleti vita. Itt különböző lajstromok készülnek, és egyébként ebben igaza van képviselő úrnak, hogy sokszor az egésznek nagyobb a füstje, mint a lángja, de azért ez mégsem a Dunántúli napló gerjeszti. Minden esetre értem én az ön felvetését, csak ezt szerettem volna elmondani. Szirmai Csaba, én azért úgy ismertem őt meg, mint aki azért a harcos, kemény politizálás híve. Köszönöm a szót, nem szívesen. Szóval a magán, tehát a hivatal életemben én soha nem veszekszem senkivel. Én úgy gondolom, hogy itt az az igazságtalanság áll fenn, és az én igazságérzetemet az sérti, hogy arra nem kapok választ. Arra igen, hogy mindenki azt mondja, hogy ez az önkormányzat cirkusz csinál. És a város gyakorlatilag állandóan az ország előtt rossz színbe tünteti fel. Most én fölteszek egy nagyon egyszerű kérdést, mert én műszaki ember vagyok, szeretek a számokkal dolgozni. Mondja meg nekem valaki, és ezt az önkormányzatnál megkérdeztem a közgyűlésem, hogy ki tudja az ellenzéknél azt állítani, és hányan vannak, akiket a városvezető koalíció bármikor is bizonyítatlan vádakkal megvádolt. Ha van ilyen, szóljon. Én viszont tudok mondani olyan 8 esetet, amikor a városvezető koalíciónak az intézkedéseit, busz, nádor, kerényügy, stb., amikor megvádolták, hírbe hozták, és gyakorlatilag nem tudták bizonyítani azt, amit tesznek. Azt, amit mondtak. Nincs bizonyíték. Föl lett dobva. Ugye van a legfelső bíróságnak egy olyan állásfoglalása, hogy a politikus az többet kell, hogy elviseljen, mint egy átlag ember. Én úgy hiszem, hogy a politikus is ember, és a politikusnak a személyisége ugyanolyan fontos, mint a másik emberé. És én ezzel nem értek egyet, mert én azt hiszem, hogy nem szabad a bűnöket, meg nem szabad a hibákat, meg nem szabad a rossz cselekedeteket eltusolni, de ahhoz én úgy ragaszkodnék, hogy viszont bebizonyítatlan vádakat sem szabad mondani. És én itt látom a problémát. Köszönöm szépen. Nagy Csaba. Köszönöm. Ha az elmúlt 2 évről beszélgetünk, akkor ma szeptember legvégén azt is el kell mondani, hogy szerintem a városban elég sokan, illetve a város környéken elég sokan örültek annak a hírnek, amit bemondott délután az egyik kereskedelmi rádió, hogy állítólag elkapták Bató Erzsébetet. Én azt gondolom, hogy... Tehát a tribuszerféle egyik elítélt vádlott. Már elég régóta üldözte a rendőrség, most úgy néz ki, hogy végre megvan. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív a város életét tekintve. De félre téve ezt a kitérőt, én azt gondolom, hogy az elmúlt 2 évre az is jellemző volt, hogy a helyi sajtó, ugye itt egyetlen egy napilapról beszélhetünk, az Új-Dunántúli naplóról, szerintem pozitív módon egy kicsit jobban
a politika irányába fordult, és egyre többet lehet olvasni, legalábbis az azt megelőző időszakhoz képest a politikusok álláspontjáról, állásfoglalásairól. Ez nyilván, hogy akár furcsa is lehet, hiszen az azt megelőző időszakban elég nehezen lehetett a politikusoknak elmondani a véleményüket az írott sajtóban. Ez lehet, hogy egyfajta kritika a politikusok irányában, de én ezt nem gondolom, hogy ennek így kellene lennie. Én azt gondolom, hogy ez így helyes, hogy végre a pécsi polgárok is, a megyei polgárok is megismerhetik a politikusok véleményét, különböző véleményét. Van egy ilyen oldal a megyei? Van egy ilyen oldal is, de én ezt egy általános fejlődésnek tekintem az újságnál, hiszen hogyha jól megfigyeljük, az elmúlt két évben számtalan olyan cikk jelent meg, ahol megpróbálták bemutatni a két, vagy a három, vagy a négy oldalnak a véleményét. Két évvel ezelőtt nem egészen így működött a helyi sajtó, és én ezt mindenképpen pozitív folyamatnak és tendenciának ítélem meg. Azért is, mert így talán jobban meg lehet tudni a politikusok véleményét. Ha jól megfigyeljük azokat az érvrendszereket, amikben mint a képviselők vitatkoznak, én azt gondolom, hogy tartalmi kérdésekről van szó. Jelesül, hogyha a Szirmai Csaba által, frakcióvezető úr által elmondott 8 ügyön, ha végigmegyünk, akkor azt gondolom, hogy én a magam részéről mindig csak tartalmi elemekről beszéltem, tartalmi elemekről vitatkoztunk, és tartalmi elemeket kritizáltunk. Én azt gondolom, hogy ebben a körben több olyan személy van, aki garanciát jelentenek arra, hogy ezek a viták nem mennek el személyeskedésre, és most csak a... Mindkét oldalról gondolja, hogy... Én azt gondolom, hogy igen. Szirmai Csaba sem két éve frakcióvezető. Én azt gondolom, hogy bár egy jó ideje választották meg őt is és engem is, a ciklusban én azt kell, hogy mondjam, hogy mivel már túl vagyunk a második személyes találkozón, frakcióvezetői találkozón, és ez nagy eredmény, hiszen ez egy év alatt sikerült ezt a kettőt összehozni. Én remélem, hogy előrelépés lesz a tekintetben, hogy ezeket a konfliktus helyzeteket olyan mederben tudjuk tartani, ami mindenképpen előre viszi ezeket a nem egyszer politikai, de nagyon sokszor szakmai vitákat. Köszönöm szépen, polgármester úr. Az igazi vezet volna minden frakció mondja az álláspontját, és kivételesen én szóltam utoljára, de itt sem baj. De nem lehet alkudni. Itt sem baj. Megcsináljuk azt is. Ezt megtartjuk a közgyűlésre. Jó. Én azt hiszem, hogy a pécsi közgyűlés nem rosszabb és nem jobb, mint az ország összes többi közgyűlése. Néhányan részt vettem. Nem és sokkal sutább, oktalan megnyilvánulások tömegeivel lehet találkozni bármelyik nagyváros közgyűlésében. Tehát itt ez, azt mondom, hogy körülbelül magyar átlag nagyjából az is, hogy ezt a közgyűlést, nehogy félreértse valaki, és sose szerették ebben a városban, vagy legalábbis láthatólag nem szerelmi vallomásokat írtak a közgyűlés tagjaihoz. Hozzáteszem néhány kivételt, teljesen természetesen eltekintve. De az is igaz, hogy ez a közgyűlés 1998. októberéig a közgyűlés falain és a városháza falain belül vitatkozott. És nem eszkalálta saját politikai fájdalmait, esetleges egyet nem értését az egész megyére, országra, Európára, Amerikáig. Szerintem az olimpián is biztos egy elé került, hogy van-e vajon patkány Pécs belvárosában, amiről kiderült, hogy a centrum az igaz csak Nagy Árpád. Lásd Blikk és a TV2 informátorai, és ugye patkány sem tudtak mutatni, csak csirkét, az is nagyon koszos volt a falu végi házba, nem is a centrumba. Most ez jellemző erre a politizálásra, ami két éve folyik ebben a városban. Olyan ügyek keletkeznek, ahol látható volt az egység. Hisz gyakorlatilag súgva bukba, nem mindenki egyetértett a Mercedes buszokban. De amikor megjelentek a Mercedes buszok, már baj volt, hát biztos a városvezető koalíció sikere. Hozzáteszem, annak is tekintjük. Nem csak a Mercedes miatt, hanem azért, mert 20 darab új busz, nem tudom, 25 éve, vagy nem tudom, 20 éve nem érkezett ebbe a 22 éve nem érkezett ebbe a városba, semmilyen, nem hogy Mercedes, még Ikarus sem. Hozzáteszem, hogy a szociális bérlakásokat mi sikernek tekintjük, hisz azzal indultunk, az egy másik dolog, hogy a Széchenyi tervbe került először elő, a kormány programban se hallottunk, és még nem írtak egyetlen sort se
a szociális bérlakásokról. Mi ennek estünk neki, nem azért, mert minden állam költekezni akartunk, bár ez is szükség, hiszen 1,2 milliárd forint van abban a lakás alapban, mivel egy fillért nem költött lakásépítésre a város 1990 óta, és másra nem lehet költeni. És 3100 olyan lakásigénynek van, akinek halvány esélye nincs arra, hogy egyénileg, vagy hogy is mondja, egyénileg, sehogy se oldja meg a lakás problémáját. Ez 3100 családot is jelent, egyszerre, én nem egyéni lakásigénylőkről van szó, akik majd egyszer szeretnének lakáshoz jutni. Szeretném, hogyha a józan közvélemény a tetteket és az eredményeket nézni, az összes többi az mese, álomfejtés, és a politikusoknak a játszadozása. Én ebben a játszadozásban, én a város ünnepén elmondtam. Jó, megszakítanám, mert át szeretném adni a szót. Én mondatot mondhatok? Igen. A város ünnepén elmondtam, akkor is komolyan gondoltam, és a Pécsi Napok megnyitóján is, zászló átadáskor is, hogy én ezekre többet nem válaszolok. Ezt alapállónak tartom. És amit, hogyha magam is elkövettem ezt, azt is. De azt azért szeretném elmondani, hogy nagyon rosszul esett, hogy a béke jobb, amit tényleg egymásnak nyújtottunk az államtitkár asszonynak a zászló átadáson, kedden máshogy folytatódott. Deák Péter, mi épp is természetesen láttam a papír SZDSZ utána és utána pedig, hogy szokták mondani, személyes érintettség okán talán valakik még. Köszönöm a szót, bár azt hiszem, hogy polgármester úr a kritikát nem nekem címezte, ha jól figyeltem a szavait. Én azt hiszem, hogy ez egy teljesen természetes magatartás, amit minden józan és magára adó politikai erő megpróbál megvalósítani, hogy bizonyos programokat, bizonyos eseményeket nem az szerint ítél meg, hogy milyen oldalról és milyen kezdeményezők által indul el, hanem az, hogy az a város az adott közösség életébe támogatható, fölvállalható, e vagy sem, és ilyen módon foglalunk állást, nem pedig az szerint, hogy a politikai szimpátiánk mit diktál. Természetesen van számos ügy, amiben nem értünk egyet, vannak kevésbé szimpatikus megnyilvánulások, ezeket a maguk helyén nyilván el is mondjuk, de én azt hiszem, hogy az itt felsorolt ügyek között egyik sincs olyan, ami ne lenne teljes mértékben támogatható. Azon persze el lehet vitatkozni, hogy helyes volt-e Mercedes buszt venni, vagy másféle buszt kellett volna venni. Egy valamint azonban nem lehet vitatkozni, hogy a városnak buszra szüksége volt. Köszönöm szépen, Papp Béla, SZDSZ. Ugyan a válaszolók jó része eltért a kérdéstől, ugyan, mert... Mint általában. Mint általában, akkor hadd térjek el én is egy picit a válaszban. Tényleg nem azért, hogy a véleményünk különbözően a polgármester úrtól, több közgyűlésen elmondtam, hogy azért nem 98-ban kezdődött a történelem, mint ahogy Magyarországon se. Csak egy példát hadd mondjak, hogy azért itt voltak nagyon kemény és komoly dolgok a megelőző 2-4 évben is. Ugye az első ciklusban kezdődtek azok a cégátalakítások, amelynek mondjuk az lett a végeredménye mindössze annyi, hogy ellentétben az általam említett miskolci példával, ezek a cégek ma is talpon vannak, a Biokol, a másik, a harmadik, a Pétár, dotáció nélkül tudtak működni, nem volt általános ez akkor Magyarországon. Óriási léptékű közműfejlesztések voltak 92-93-tól, hát más nem mondjak, ugye most büszkén emlegetett Kálvária út fölötti gyönyörű városrész, az csatornázatlan volt még 93 tájéken, tehát az is elkészült. 95-ben ugye az ország gazdaságilag megrodgyant, de értelemszerűen ez az önkormányzatokra is kiadott, és volt még egy speciális dolog 94-95-ben. A választók létrehoztak egy politikai padhelyzetet a városba, egy közel döntetlen helyzetet, tehát egy erőtlen koalíció indult meg, és hát ezután következett 96-ban az a politikai átrendeződés, és így utána is történtek dolgok, mert az ipari park akkor indult meg, tehát azért voltak a városban olyan fejlődések és fejlesztések, amiről azért meg kell emlékezni. Na most vissza a kérdésre visszatérve, elnézést a kitérőért. Szóval azt gondolom, hogy alapvető probléma az, hogy nem beszélünk egymással. És amire Tolle László is célzott, de ennek az eredetiét még hajdan azon az oldalon ülő képviselő azt, hogy mondta a polgármester asszony korábban, a gyerekek focipályán kell tartani a meccset. Na ez eszkalálódott 96-ban, amikor minden lehetséges eszközt,
médiát, mindent, még talán szórólapot is igénybe vettek egyesek, hogy vélt vagy valós igazukat tűzzel, vassal keresztül vigyék a város közvéleményébe, és hát azóta ezt éljük meg. Nincs igazi párbeszéd, szénakazal majd szalmakazalba tüzet gyújtunk sokszor. Tehát muszáj, én örülök, hogy a két nagy frakció vezetője ma már beszélő viszonyban van egymással, mert higgyetek el, ebből csak jó dolog jöhet ki. És ellentétben, azt hiszem Nagy Csaba dicsérgette, hogy az ominózus napilapot, én elmondtam a főszerkesztő úrnak is, hogy én azt gondolom, hogy az a politikai oldal a magyar sajtó legocsmányabb lapja. Azt mondja, hogy nem mi szerkesztjük, ti csináljátok, mondja, a ti újságotokban jelenik meg. Tehát ha van hangulatkeltő eleme a pécsi sajtónak, ez az oldal, amiről nem tehet a Dunántúli Napló, nem ő írja, csak megjelenteti. És hát azért tessék belegondolni ennek a mechanizmusába. Születik egy bombasztikus levél XY képviselő tollából. Majd eltelik egy hét, mire reakció lehetőség van rá. Aki reagál, az mindig védekezik. Tehát ha azt meg lehetne oldani, hogy kérem, megjelenik egy levél egy állítással, néha túl kemény állítással, fölírni az érintett kuncsaktot, öreg, tedd oda a magad véleményét, akkor ez egy működtethető dolog lenne. De az, hogy hetekig lógnak vélemények a levegőben a reakció lehetősége nélkül, ez nem működik. Én tényleg szeretném visszavinni a vitát a közgyűlésbe, azt arra találták ki, és nem kéne minden eszközt bedobni azért, hogy a másikat agyon csapni, mert ennek tényleg nincs jó vége. És hát főleg a bulvár sajtó pedig igen hálás az ilyen sztorikért, mert keresi és vadásza, hisz a piros újságok elején ugye ekkora címek bírnak megjelenni, és ahhoz sztori kell. Na most elég egy nem igazolt állítás, és címlapra lehet kerülni. Aztán, hogy utána mi lesz, az kit érdekel. Köszönöm, Galvács András, és utána, jó? Köszönöm szépen. Hát köszönj, hogy a háború úgy kezdődik, hogy visszalőnek, és lassan el is fogják felejteni, hogy kilőtt először. Hát valami ilyesmi van a pécsi közgyűlésben is, és ez nagyon-nagyon rossz közérzetet kelt a képviselőkben, és úgy érzem a lakosságban is. Két dolog van. Én úgy érzem, nincs meg az a politikai kultúra, és nincs meg az a szellem a pécsi közgyűlésben, hogy van egy határ, amit nem lehet átlépni. Amit mindenkinek érezni kellene, hogy egy demokratikus társadalomban élünk, és a demokrácia szabályait, az azzal kapcsolatos becsülethatárokat nem lehet átlépni. Mind a két oldalon volt probléma. De én engedjék meg, hogy az ellenzéki frakciószövetség nevében egy kicsit talán másképp, másik oldalról is megvilágítsak dolgot. Vannak olyan határok, amit úgy érzem, hogy nem lehet átlépni, mert vannak határok, ha beszélek egy munkáspárti képviselővel, nekem is meg kellett tanulnom, hogy vannak olyan dolgok, amikről nem lehet beszélni, amit nem lehet átélni, mert személyiségi jogot sértek vele. Bizony a pécsi közgyűlésben a lövöldözésnél volt egy ágyúval való visszalövés ellenzékre, szerintem önmagukra is lőtt a városvezető koalíció, akkor, amikor Trigyi professzor urat díszpolgárrá választotta. Ezzel Pécs város lakosságát a nagyon-nagyon széles rétegben megsértette, és nem tudom, hogy miért volt erre szükség. Úgy érzem, visszalövés volt. Miért kell ilyen visszalövést csinálni? Szükségtelen. Személyemben is meggyőződtem, úgy gazdasági, mint emberi oldalról. Emberek vannak, mi is úgy látjuk, szocialista oldalon is. De nem kellett volna megsérteni ezzel a lépéssel a másik oldalt. Nem kell Tigyi professzor bemutatnom, mi egyet látunk, hogy a Pécs város közgyűlése tiltakozásunk ellenére, és sajnos a kisgazdapárt tiltakozása nélkül egy Tigyi professzort választott meg, aki háborús bújtató volt, és fegyverrel volt a másik oldalon, ott, amelyik azon az oldalon, amelyik nem győzött, amelyik nem a polgári demokráciát képviseli. A légkörhöz hozzátartozik az is, hogy ki mit mond nyilvános fórumokon. Akkor, amikor olyan kijelentés hangzik el egy nyilvános fórumon, hogy az elmúlt 10 évben Pécset nem volt buszbeszerzés, akkor kénytelen az ember is elkezd érveket mondani. Érveket mond akkor, amikor azt mondja, hogy 160 millió forintért 93 környékén, pontos évre nem emlékszem, de azt hiszem, hogy ilyen tekintetben teljesen lényegtelen, kivásárolta a város a Pannonvolán RT-ből a mostani PTRT-t. Tényekről beszélünk akkor is, amikor azt mondom, hogy a 160 millió forintot átolcették új busz beszerzésére.
fordította a város. Tényekről beszélünk akkor, amikor azt mondom, hogy nagyon sok pénzt költött a város a PTRT-re különböző támogatásokra, például motorfelújításokra, alvászcserékre, stb. Stb. Tényszerűen nem igaz az az állítás, hogy az elmúlt 10 évben csak és kizárólag 22 darab Mercedes buszt vásárolt a város. Azt gondolom, hogy érdemes lenne arról is vitatkozni, hogy például a Mercedes buszbeszerzés kapcsán milyen nézetkülönbségek voltak a frakciók között, és azt gondolom, hogy ez a politikai vitakultúrába belefér. Mi azt mondtuk a döntés után, hogy jó lett volna megvizsgálni azt, illetve már a döntés előtt is felhívtuk erre a figyelmet, hogy ki kellene jönni talán közbeszerzési eljárást. Ennek két oka lett volna. Egyrészt sokkal tisztább lett volna az eljárás, és erre mindjárt visszatérek, hogy mire alapozom ezt az állításomat. Másrészt be lehetett volna építeni a pályázati kiírásba azt, hogy a hazai ipart védjük a külföldi iparral szemben. Én azt gondolom, hogy nem csak beszélni kell erről, hanem cselekedni is. A közbeszerzési eljárás erre alkalmas lett volna. Visszatérek arra, hogy miért lett volna tisztább ez az eljárás. Tudni kell azt, hogy sok vád ért minket, hogy ezt az ügyet elvittük a közbeszerzési döntőbizottsághoz, de hát az az igazság, hogy ezt nem a pécsi politikusok karolták fel ezt az ügyet, hanem a parlamentnek az egyik vizsgáló bizottsági tagja, aki jelesül egyébként nem volt fideszes, hanem éppen kisgazdapárti, jelölte ki ezt az ügyet, hogy vizsgálják meg. Az ügyet kivizsgálták, a közbeszerzési döntőbizottság elnöke a közbeszerzési döntőbizottsághoz fordult, hogy egy vizsgálatot indítsanak el. A végeredmény az lett, hogy a 90 napos határidőt kikéste a vizsgálat, hiszen már a beszerzés akkor megtörtént, de kiderült a részletes vizsgálat során, hogy volt egy ötödik ajánlat, amit nem kaptak meg a kiválasztó bizottság tagjai. Ezekről a kérdésekről vitatkoztunk, ezeket a kérdéseket hoztuk föl, egyébként nem sajtótájékoztatón, hanem a sajtó nyilvánossága előtt. Én azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről érdemes vitatkozni, mert például az a pályázó, aki nem került a kiválasztó zsűri elé, olyan buszt ajánlotta a pécsi polgárok részére, amely busz olyan padozattal volt ellátva, hogy nem volt rajta lépcső, tehát az idősek sokkal könnyebben szállhattak volna föl rá, sőt, volt rajta olyan berendezés, amivel rokkantak gyakorlatilag egy kis lift segítségével, ez alapfelszereltség volt egyébként a buszon, a lift segítségével fölmehettek volna a buszra. Ez a busz egyébként megközelített 10%-kal volt olcsóbb, mint a Mercedes busz. De mehetünk konkrét témában tovább, ilyen például a 30 lakás építése. Én örülök annak, és ezt komolyan mondom, hogy 30 lakás épült Pécsen, csak kritikaként azt kell, hogy megfogalmazzam, hogy ez nem a városi költségvetésből épült túlnyomó részt, bár a város adott hozzá 10 millió forint támogatást, a közüzemi RT hitelből építette fel ezt a lakást. Ezeket az érveket eddig egyébként senki nem cáfolta. És mindössze két év alatt 30 lakást fognak átadni, ezek az információk jutottak el hozzánk. Én azt gondolom egyébként, hogy ez sem az ellen szól, hogy ne építsünk lakásokat, mert igenis kell a lakásokat építeni Pécsen, épp ezért szavaztuk meg most az augusztusi közgyűlésen, hogy a kormány programhoz csatlakozva pályázunk lakásépítésre. Hát kérem szépen, azért a közlekedés az egy szakma. Na most ugye, ha azt veszük, hogy az Ikaros buszt azért nem lehetett megrendelni, mert pontosan tudtuk, hogy több év óta tartozik az Ikaros, pontosan a gazdasági helyzeténél fogva Volán és egyéb BKV-nak, amiben gyakorlatilag nem tudta leszállítani, mert nem volt gazdasági ereje. Ben voltak több 10 millió forintok az Ikaros kasszájában, és nem tudtak buszt kapni. Például Szeged, Debrecen, nagyon sok mindenki. Ezt pontosan tudtuk. Kettő. Én nem hiszem, hogy van épp ember, aki gyakorlatilag egy Mercedes és egy Ikaros buszt műszakilag össze tud hasonlítani úgy, hogy ne a Mercedes jöjjön ki abból győztesen. A harmadik, biztos? Ez biztos. Ez biztos, ezt meg kell nézni. Megkérem, legyenek kedvesek a Rózsa Dombra vagy akármelyik Dombra fölmenni egy Mercedes mögött kocsival, meg egy Ikaros mögött. A kettő között csak az a különbség, hogy az Ikaros mögött vissza kell kapcsolni, és telnyomja az ember képét fekete füsttel. Ugye ezek Beura 1-es motorok vannak, az Ikarosokban meg nem. De még egy dolgot hadd mondjak. Akartam, hogy épészetileg itt teljesen eluraljuk a tárgyat. Oké, ez egyértelmű, de akkor áttérek a pénzügyi dologra, hogy a Mercedes adott mellé egy olyan leasing konstrukciót, amit senki nem bírt. És leasing konstrukcióra közbeszerzést nem szokás tartani.
hanem mikor a fizetési könnyítések voltak, és hát az abszolút tárgyi tévedés, a Pannonvolán része nem lett kivásárolva a PTRT-ből. Még nem. De ki lesz valószínű vásárolva, mert azért az is belátható, ugye, hogyha egy cégnek van az önkormányzati többségi tulajdonú cégben 47,3%-a, és az a cég önmagában is a padlón van már, akkor nyilvánvaló, hogy egy önkormányzat nem teheti meg azt, hogy azt a cégét finanszírozza, ahol 53%-nyi vagyona van, de minden befektetett egy forintjából 43 fillér a másik cégnek a tulajdonát növeli. Hát azért azt hiszem, hogy ez egy teljesen logikus érv, ha törekszünk arra, hogy a PTRT legyen egy 100%-os cég, mert most a 22 busz, ha speciál kifizettük volna, tehát nem leasing lenne, akkor ez a 22 busznak a teljes beruházásának a 43,7%-a a Pannonvolánt erősítette volna. Tehát ez nonsense. Én úgy gondolom, hogy ezekről nincs mit vitatkozni, és még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Legalább 18 ember volt abban a bizottságban, akik ezek a buszok között döntöttek. A Pannonvolán teljes vezérkara volt, félreértés ne essék, én már nem voltam ott. Kérem szépen, a PTRT teljes vezérkara, az egyetemnek a közlekedéssel foglalkozó szakemberei, és most ezek rosszul döntöttek. Azt szerettem volna csak mondani, hogy annyi időnk van még, hogy mindenki röviden szóljon, mert hiszen lejár a műsoridő. És azt gondolom most, hogy a tisztesség azt diktálna, ha a polgármester úr szólna utoljára. Az előbb ezt kérte tőlem. Ez így lesz, de én egy perces kértem előtte, tehát utoljára is szólni fogok. Hát ezt azért én mondom meg, ha ne engedi, jó? Kérdés. Az azért ez nem olyan egyszerű történet. Egy morfondírozat. Ön javasolta, én csak ének van. Én csak egy morfondírozásra okot adó kérdést tennék itt fel mindenkinek. Talán elhiszik, hogyha én úgy nagyon szeretném és akarnám, de hogyha csak kicsit akarnám, akkor is. Ma Magyarország valamennyi vezető újságíróját össze tudnám trombitálni bármelyik pécsi botrányra, és bármelyik pécsi képviselővel kapcsolatosan egy rossz híre, hogy szívesen leadnának. Független attól, hogy jobboldali, baloldali, vagy milyen irányítság a média, elgondolkodott-e valaki azon, hogy ezt még sose tettem? Köszönöm szépen, és akkor Pap Béla. Hát én elég megrögzött vagyok abban, hogy ebben a városban annyit tennivaló van, ezért a városért annyit kell tenni, hogy másra ne utaljak, megy a regionális szerveződés, ami egy reményeink szerint egy hosszú távú berendezkedés lesz, és ott, ahol elég jelentős széthúzást tapasztalnak, mások ott be tudnak bújni a résekbe. Tehát szokták mondani, nincs jobboldali, baloldali, meg liberális járda, de ez nyilvánvalóan ez demagógia, de én azt hiszem, hogy ha itt a elhangzottak szerint járunk el a jövőbe, és tényleg csak arról vitatkozunk, hogy mennyi kerüljön az utalapba a 80 millió helyett, vagy a 120 millió helyett, arról, hogy a hitel hogy legyen, föl legyen véve, vegyünk-e föl fejlesztési hitelt, vagy lassítsuk az ütemezést. De hát közelmúltban arról volt, hogy XY, aki a mitén kicsodája valakinek, ugye, stb. És akkor egy nagy költemény lett előadva, sajtó előtt, mindenhol. Tehát egy tudatos kútmérgezés folyt, tehát azon hamis elképzelés mentén, hogy ő X vagy Y, vagy ők ezzel óriási szívességet, vagy segítséget, rosszul a szívesség, segítséget tesz a saját pártjának. Nem tudom, hogy a saját pártja igényli az ilyen jellegű segítséget. Én nagyanyám szokta sokszor mondani annak idén, hallgattál volna, bölcsebb maradtál volna, hát ezt úgy fordítják le a modern politika nyelvére, hogy igazán jó politikus adott esetben hallgatni is tud. Én azt kívánom mindenkinek innen jobbra és balra, hogy legyenek jó politikusok, és az ügyekről beszélgessünk meg egyéb vonatkozású dolgokról. Még ne hallgassanak egy kicsit, még egy kicsit beszéljenek. Tessék! Én azt hiszem, hogy a ma esti beszélgetés is jó ízelítőt adott arra a nézőknek és az itt ülőknek, hogy
körülbelül milyen hangnemben és milyen hangulatban zajlanak a párbeszédek, és talán arról is meggyőzték a jelenlevőket, illetve azokat, akik az adást nézték, hogy érdemi kérdésekről folynak a viták. Sajnos azt kell mondani, hogy néha bizony becsúsznak személyeskedések, becsúsznak a kelleténél erősebb visszalövések, de én azt hiszem, hogy az elkövetkezőkben mindannyiunknak meg kell magát tartóztatni, és akkor azt hiszem, hogy nem kell mazohistának lenni ahhoz, hogy az ember a pécsi közgyűlésnek a közvetítését nézze. Köszönöm szépen, Galvács András. Én csak egyet szeretnék, és remélem, hogy a hátralévő két évben talán ebbe az irányba fogunk haladni. Ész és emberség. Semmi többet nem szeretnék. Köszönöm szépen, én megvárnám, míg átér ide Szirmai Csaba, Hofbauer József utána. Szóval én azt gondolom, hogy ha valakinek a békére szüksége van, akkor a városvezető koalíciónak logikusan is, mert neki kell a felelősséget vállalni, és neki kell az ügyeket előre vinni elsősorban. Tehát azt hiszem, hogy ebből az aspektusból én a Nagy Csabának, a képviselőtársamnak az előbbi véleményét örömmel fogadtam, amennyiben ebben a városban a személyeskedés megszűnik, akkor gyakorlatilag ott tartunk a 98-ban, és tisztességesen tudjuk a munkánkat végezni, tényleg szakmai síkon. De ez az kell, hogy ne arra appelláljon senki, hogy a másik visszalő, hanem az első golyót ne engedje el. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Hofbauer József. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy az, amit Papp Béla elmondott, az mindenképpen megszívlelendő. Én a város legfontosabb feladatának az elkövetkezendő, nem két évben, kicsit hosszabb távon. Azt hiszem, az a legfontosabb feladat, hogy a regionális szerepünket, vezető szerepünket megerősítsük, és erre valamilyen féleképpen pontot tegyünk. Ezen belül pedig a városba, a közeljövőbe vannak olyan leckék, amelyeket meg kell oldani, így a Kávária út befejezése, a Felsővámház utcának a elkezdése, majd befejezése, az indóháztér kialakítása, a buszdecentrum, de ezek csak tényleg egy pár gondolat. Én úgy hiszem, hogy ez azért nagyon kemény feladat, és nagyon kell dolgoznunk azért, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Ehhez pedig az kell, hogy tényleg tegyük félre a személyeskedéseket, vitatkozzunk, de normális kereteken belül. Köszönöm szépen, Nagy Csaba. Köszönöm. Én zárásként mindenképpen meg kell, hogy fogalmazom azt, hogy azt gondolom, hogy a frakciónk változatlanul tartalmi elemek mellett fog politizálni, tehát mindenképpen azokat a kritikákat, ha azok kritikák, meg fogjuk fogalmazni, amit úgy gondolunk, hogy meg kell, hogy jobbá tegyük Pécs városnak a helyzetét, és azt is ígérhetem, hogy azt a munkát, amit eddig belefektettünk abba, hogy Pécsre olyan kormányzati pénzek jöjjenek, mint amik eddig jöttek, ezeket folytatni fogjuk. Én most két dolgot szeretnék ebből kiemelni, ami a két legfrissebb. Ugye a Tibocz utcai támfalépítés, ami nagyon hosszú ideje már rákfenéje az ott lakóknak, és gyakorlatilag több mint 10 éve nem sikerült ezt a kérdést megoldani. Itt már elindult a közbeszerzési eljárás, és hát fel szeretném hívni arra is a figyelmet, hogy bár a Mecsek oldal tekintetében kétszer nyert a város pályázatot, mind az egyik alkalommal már visszaadta az eljárt 760 millió forintot, én remélem, hogy a második alkalommal erre már nem kerül sor, hiszen 323 millió forintot nyert el idén erre a város, de mindenképpen pozitív értelmű az az üzenet, amit a kormány küldött a pécsi polgároknak, hogy Szabosfalu éppen most nyert el ugye 162 millió forintot, és ott is már elindult a közbeszerzési eljárás. Én azt gondolom, hogy egy dolgot ígérhetek, hogy a mi frakciónk ennek a kormányzati támogatásnak a szellemében fog a közeljövőben is tevékenykedni, mint ahogy az elmúlt két évben tette. Köszönöm, polgármester úr, a zárszó. Én köszönöm ezt a mai vitát, azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy nem értelmetlenek a vitáink, hiszen mindenki javít a saját álláspontján, remélem ez a jövőben is így lesz. Én szeretném azt kívánni valamennyi pécsinek, és nagyon tudatosan nem használom, hogy már tartósan a polgár kifejezést, mert ebben különböző osztályozások vannak ma már, hogy legyenek büszke arra, hogy pécsiek. Nem a botrányokról híres ez a város, hanem az eredményeiről. És én azt hiszem, hogy az országban és Európában is egyre nagyobb rangot vívunk ki.
ezen nem fog tudni senki rontani, még átméletileg sem. Mi mindenképp javítani szeretnénk a hírünket. Köszönöm. Kedves nézőink, hölgyeim és uraim, fél időben az önkormányzat címmel vitaestet hallottak, láttak a vasutas Miradősi Házból, az Értelmiségi Klubból. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra. Szaladai és évezredei a múltba való visszatekintésük következik a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub rendezvényeinek sorában. Bemutatnám beszélgető partnereimet, Bakman Zoltán építészt és Kárpáti Gábor régészt. Én nem azt mondom, hogy 2000 éves város, hanem 1920-30 éves város. Én nagyon örülök annak, hogy ennyire pontosítottuk már a város keletkezését. Nagyon klasszul tudtuk pontosítani azt, hogy ez a Szópiáné a többes számú város valamiből kialakult, mégpedig egy csomó apró kis település, egy konglomeráció összevonásával. Ezt az utóbbi 10-15 év ásatásai nagyjából bizonyították, tehát hogy egy viszonylag laza település szerkezetből összejött egy város, amit 292-295 környékén, Diocletianus idején egy övvel egyszerűen összefoglaltak. Ez egy nagyon nagy változás volt. Ekkor vált Pécs, Szópiáné, végeredményben a Pannonia provinciának a civil központjává. Hivatalosan. Nyilvánvaló, hogy előtte is ez a város rendkívül hát sok fejlődési szakaszon, meg építési fázisokon ment keresztül. Tudjuk azt, hogy legalább háromszor leégett, és hatalmas nagy falai vannak. Én szinte azt kell mondanom, hogy Pannonia provinciának a legnagyobb közfürdője, ugye ott található a kereskedők házába beleépítve, ott van a Palatinus palota a nagyposta alatt, kevéssé ismert, ott van a nagyposta mögött a Matáv parkolójában, Palatinus palotának a valami maradványa, ott van a Citrom utcában, mindenki tudja, csak mindenki átlép rajta, a jelzett városfal határ, ott van a római udvar, amikor egy előkelő háznak a fürdőblokkja, amelyik csak nem 100 négyzetméter, tehát gondoljunk bele, hogy egy mai ugye panel épület nem éri el ezt a fürdő szoba méretet, tehát egyszerűen ott van a harmadik század végén az Európa, egyszerűen a Pannonia, ott van a Római Birodalom. Van egy nagyon fontos időszak, a 9. század, amikor már elfelejtik Szópiánét, és van Quinque Basilice, az öt templom városa. Ebből mi másodlagos jeleket ismerünk, a Cellatrihorában az újabb falfestések, tehát amikor ez az arab díszírással díszített hát, függönyminták vannak, és hát hál' Isten, hogy ott van a mi nagy középkorunk, a pécsi püspökség, amiben beletartozik a sok-sok főiskola, a Pécsi Egyetem, és hát sajnos ott van ugye az 1543 a török hódoltság, és a hódoltságból mi nem csak a rombolást ismerjük, hanem hál' Isten a Magyarország legtöbb hódoltságkori emléke Pécsen található, az ismert és ismeretlen dzsámik. Tehát a Király utcában levő Ferhat Pasa zsámit
szinte senki nem ismeri, pedig csak egy nyilat kellene oda menni, oda rakni, hogy már gyertek be, nézzétek meg. Vagy a Kücsök dzsámi, amelyik hát valahol ott az rejtőzik a föld alatt, minden esetre én azt akarom, hogy előkerüljön. A régésznek Pécsen egyébként elképesztően jó dolga van, hiszen a megismerés, mivel hogy minden fajta iratot a történelem elsöpört. Tehát itt nem maradt meg egy levéltár, nem maradt meg a káptalani, a püspöki levéltár. Ezek mind későbbi gyűjtemények, tehát a régészet elsődleges forrás. Szeretném, hogyha elmondanád és szemléltetnéd, hogy a leletmentésnek és megőrzésnek milyen folyamata zajlik most, illetve milyen eredményeket tudtok felmutatni eddig. Nagyokat. Egyrészt megvalósult az ókeresztény mauzóleum. De azért vessünk egy pillantást a precízség kedvéért magára a püspökvárra. Félelmetes együttes. Szóval egy ilyen katedrális és emellett egy ilyen együttes, mint ez az ókeresztény temető, amit a Kárpáti Gábor barátom úgy nevezett, hogy a holtak városa. De ez nem olyan semmi holtak városa volt. Szóval ez egy pompázatos temető volt. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát a Székesegyháztól nézünk délfele, terasz, rézsű, teraszokon volt a kicsi kápolnácska, és a rézsiből lehetett bemenni a sírkamrába, ami ugye a kápolnácskának volt az alsó szintje. És hát ez egy sűrű sorokba hát rendeződtek itt, és itt mediterrán növényzet, itt éltek. Ugye hát ez azért katonanép volt, katonai építészetet csináltak, de ugyanakkor furcsa volt az egész dolog, mert hiszen ez már nagyon későn volt, a 4.-5. század, itt már az ókereszténység is bebeglopódzott, ugye hát Rómában akkor már államvallás volt, de azért ez mégiscsak provincia volt, tehát azért nem úgy volt, kérem szépen, hogy itt csak azt csináltunk, amit akarunk, tehát itt azért valószínű, üldözhették ezeket a új vallást hirdető embereket, mert hát hiszen nagyon nehéz magyarázatot találni arra, hogy miért épült ez a pompázatos temető. Azt nem mondom, hogy nem volt egy fantasztikus harc, de végül én már csak a szépre meg a jóra emlékezem. Tehát megszerveződött egy olyan csapat, a magyar műemlékvédelemben, itt falun, mert ugye korábban csak Budapesten terveztek ilyen emlékeket, ami egy abszolút komplex társaság volt. Itt a mikrobiológus kezdve a falkép restaurátorig, a régész és így tovább. Szóval ez egy varázslat volt ez az egész. Csak egy példát mondom, egy milyen elhivatott mikrobiológus hölgy, egy Fésűs Ilonának hívják, hát az extázisba esett, amikor lement az ókeresztény mauzóleumba, és mondta, Zoli, 28 féle gombát találtam. 28, mondom, a fene az ízlésedet, mondom, ne találtál volna egyet se, tehát, de hát kitűnően megoldott. Végül is a feladatot, tehát ez egy óriási csapatjáték volt, és egy igen nehéz műszaki feladat, aminek a lényege az, hogy izolálni kellett az emléket, és megint ugye a hely varázsa, még azt dicsekedtünk azzal, ugye, hogy mi Komlón jártunk iskolába, és hát a Komló az egy hely volt amúgy.
Szóval bennünket általános iskolában gimnáziumi tanárok tanítottak, mert hát ugye azokat kirúgták valami cserkészvezető, vagy mit tudom én, mi az ördög volt, ugye. Tehát kitűnő képzésünk volt, aztán amikor, hát a Gábor az elhajzott, az elment ezekhez a csehekhez, ugye, de én ugye a művészeti gimnáziumba kerültem, ahol 56 után kinyírták az egyetemi tanárokat, és akkor azok tanítottak ott, szóval jó helyeken tanult az ember. Aztán mire meg az egyetemre kerültem, akkor meg a Kádárnak volt egy gyenge pillanata, amikor 63-ban, hát mi is úgy kerültünk be az egyetemre, hogy, hogy aki nem velünk, vagy mit tudom én, vagy ellenünk, nem tudom mi az ördög volt ez a duma, és a professzorokra is vonatkozott. Tehát, szóval fantasztikus képzésünk volt, és de azt a Komlót nem lehet elfelejteni. Azt nem lehet. Szóval a bányászság, a bányászkodás az, az valami varázslat volt. Na most ezeket az emlékeket nem lehetett volna megmenteni, hogyha nincs ez a technika, nincs ez a technológia. Tehát itt ilyen aknákat mélyítettünk le, hát nem akarom itt a időt lopni ezzel, de szóval tényleg varázslat volt a dolog. Hát ugye megépült elsőként ez, néhai Fülep Ferencnek köszönhetően, aki egy elképesztő, fantasztikus vitus táncot járó ember volt, a pártállam, a püspökség és a műemlékvédelmi szervezetek között zseniális ember volt. És Mendele Ferenc, aki a műemlékvédelmet, csak egy disznóságot elkövettek, hogy meghaltak. Szóval itt hagytak bennünket, és egyedül maradtunk. És egyre magányosabb az ember ebben a műemlékvédelmi harcban, mert valahogy furcsa dolgot fogok most mondani. Nekem a émálige kommunizmusban sokkal könnyebb dolgom volt, mint most. Ott egy feneket kinyaltunk, az acélelvtársét, és az működött. Most? Melyiket? Cserháti püspök az félelmetes ember volt. Hát, ugye mindig ilyen valuta gondjaink voltak, és mentem hozzá, hogy Józsi bácsi, kéne egy kis rozsó, kéne egy kis márka. Itt van Zulikám, itt van 200 márka. Nem nekem kell, hanem mondom, 2500 márka kéne a defenzórát, ez egy ilyen hülye gép, ami kicsapja a levegőből a vizet. Vagy, nem, hát most annyi nincs az szépen, de azt mondja, hát de jön az Augsburgi püspök, te ez rohadt gazdag, azt mondja, ennek van. Magyarán az öreg csempészet, tehát ha úgy tetszik, ugye ez, hát most már nem tudják megbüntetni, mert ugye sajnos ugye az égi mezőkön van, tehát... Nem a saját a csempészet. Hát soha, ugyan már, hát ilyen fő sem merült, tehát fantasztikus ember volt. Mit látunk most? Ez a Korsós sírkamrának az axiometrikus rajza, ami már sokkal könnyebben valósult meg, mint sem az Ókeresztény mauzóleum, mert hát ott egy kicsit megtanultuk, a fene tudta, nem tudtuk ám mit csinálunk. Ez a sírkamra az, ami közvetlenül a délkeleti torony tövében van. A Székesegyháznál, és alatta. És hát ez egy fantasztikus dolog, mert ez az egyetlen eddig ismert sírkamra, amelynek épp a boltozata. És hát művészileg is olyan fantasztikum, hogy hát, hogyha ezt összevetjük a különféle analógiákkal, akkor ez mindenképpen egy tényleg unikális dolog. Hát ezt eltaktikáztuk, mert úgy gondoltuk a kommunizmusban, hogy ezt hagyjuk utoljára. Mert ez úgyis kihagyja magát. Hát de jött a rendszerváltás, tehát jó kitoltak velünk ilyen szempontból, ugye. Hát a fene kívánja vissza, de végül is
Hát itt nagy nehézségeink voltak. Tehát itt elkezdtünk szervezni egy alapítványt, és elképesztő. Azért az emberekben van valami olyan hit vagy segíteni akarás, hihetetlen. Szóval olyan helyekről kaptunk segítséget, amit egyszerűen nem is hittük volna, hogy létezik. Segített a város, segített a Műemlékvédelmi Hivatal, az osztrák kormány, a Buzek úr, a valamikori alkancellár, nem is kicsi pizzel, tehát 1 millió shillinggel, és amikor már úgy megakadt a szekér, tehát amikor súgy, már úgy a sarogjába kellett belekapa, hogy kilökjük, akkor egy ilyen cég, hogy a Velux. Tehát ami tetőablakokat csinál, biztos, hát mi a fene köze van a sírkam, hát a legritkább esetben van a sírkamrákon ugye tetőablak, és de hát egy művelt csapat volt. Hát a lobby az volt, hogy a ókeresztény mauzólemnak a igazi didaktikai elődje az Szalonában van, ami Split mellett van, és egy dán régész, egy Digve nevű, jó mondom, mert nem? Digve. A dán neveket az kapásból vágom, tehát régész csinálta az analógiát, és hát ezt dobtuk be, hogy na most hát ezek hitték, és nem, hát fogalmuk nem volt, hogy ki a frászkarika ez az ember, és elküldték a dán tudományos akadémia, és mondták, hogy jaja, úgyhogy adtak 20 milliót. Nem hiszem, hogy sokan tudják, hogy micsoda kitűnőségek fáradoztak a egyes számos sírkamra, tehát a Péter Pálos sírkamrának a megmentésén. Azt gondolom úgy ismert, hogy 1780-ban, tehát igencsak korán találták meg, ugye? És ha jó belegondolunk, hun volt műemlékvédelem? Se hun. Itt a Koller püspöknél volt, mert Pécs ugye püspök, hát Ipek akkor váltott ugye királyi városa, de hát addig püspök város volt, és ahogy a Gábor mondja, iskolaváros volt, hát 4 szerzetes rend volt, Unzoweiter, Pécsváradon apátság volt, tehát szóval nem semmi, sőt az első, egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a Pálos rend, a Jakab egy és így tovább, szóval ez a Pécs, ez egy félelmetes közeg volt, és már akkor műemlékvédelem. Hát végső soron igazán ugye a Schliemannnak a feltűnésével lehet datálni az európai mű. Hát ilyen dátumban gyenge vagyok, mikor volt a Schliemann 1800? Hát 100 éve később. Tehát szóval ez, ha úgy tetszik, ez az európai műemlékvédelem himnusza is a buli, ha most fennkölt akarok ugye lenni. Na most hát ilyen rész-rossz építészek, mint a Fischer Basztelyes fiú, csinált rá, tehát itt ő a kicsi sírkamra. És hát ide ilyen halászbástyás ügyeket varázsolt ide, de nézzétek meg, mérnökileg zseniális. Abszolút korrekt, tehát kiszabadítja, kiszellőzteti, sőt. Szóval, és 2 alternatívát is csinált, csak hát ugye, hát akkor is valószínű gondok voltak a pizecskével, tehát itt baj volt. Ez egy metszet, ezt úgy kéne elképzelni, ugye, hogy a Székesegyház előtt, a Székesegyház hoztengeivel súgy elvágnánk a földet, és belekukkolunk innen oldalról. Tehát maga a sírkamra a megmaradt boltozatával egy unikum. Na igen ám, csak ugye oda nem tudom beengedni a nézőt, mert hát egyrészt klimatizálni kell, hogy a festményeket meg tudjam óvni, aminek a lényege az, hogy egy kifele tendáló túlnyomást kell
csinálnom, hogy a pára ne tudjon lecsapódni magán a felületen, tehát a festmények felületén. Na de hát akkor hogy nézi meg a szegény néző? Hát most én itt kitalálok mindenféle baromságot, ugye, csak kipeg, akiért van ez az egész, az nem tudja. Mert nem, a világban nem csináltak ebből a nagy dolgot, hát a Gáborat tanulom rá. Szilisztrában, tehát a románok azt csinálták, hogy lezárták, és kus. A bolgárok rendesebbek voltak Kazánlikban, mert azt csinálták, hogy csináltak egy másolatot, és akkor oda bemehetett a Iván, tehát azt megnézhette, ugye. De hát végül is itt a hely szelleme, tehát ez a történelemnek az üzenete a lényeg ebben a buliban. Tehát az, hogy érezzem azt azokat a hatásokat, ami ezt közvetít. És hát akkor kínunkban, hát akkor amikor az ember bajban van, mindig hülyeségeket ki tud találni. Mivel egyedül a padló nem eredeti, ezért a padlót elbontjuk, és egy üvegpadlót csinálunk, és a nézőt levisszük a soha nem volt térbe, tehát ez egy új tér, és az üvegen keresztül, az üvegpadlón keresztül nézhet föl, és hát élvezheti ezt az előbb a fekete-fehérben mutatott csodálatos bibliai történeti képsort. Na most hát ugye ez eddig rendben is van, hogy az ember álmodozik, hát az ingyen van, nem? Szóval ki nem álmodott már, úgyhogy... Hát de amikor ugye itt valóra kell váltani dolgokat, akkor már baj van. A Müller papa, aki egy fantasztikus építész volt, egy 1913-ban fogott ehhez a rekonstrukcióhoz, műegyetemi tanár volt, egy kitűnőség. Hát én imádtam is mindaddig, a pillanatig, majd mindjárt mondom. Tehát ő kitalált hasonlóképpen valamit, hogy egy ilyen plusz beton, bocsánat, eltúltam. Tehát itt a terven téglával jelölt koporsót csinált, az eredeti síremlék köré, fölé, és ezt súgy kiszellőztette, tehát egy gravitációs szellőzést csinált, tehát zseniális. Tehát mérnökileg világszáma buli. Ha mondjuk egyet nem tudhatott szegénykém, ugye akkor még ugye, hogy a téli-nyári hőmérséklet különbség az más, az megfordul. Tehát amíg ugye ez nyáron penge volt, télen a fordítottja, tehát folyt a víz a falképeken. De hát Isten látja a lelkemet, ha én ekkor értem volna, én se tudtam volna, hát pedig a Müller papa az még okosabb is volt, mint én, tehát. Na most hát a baj az volt, hogy nem készültek ilyen utódokumentációk. Végső soron ezt is a Szőnyi Ottónak, tehát megint egy papnak lehet köszönni, aki magánszorgalomból csinált egy gyönyörű kis építési naplót, de hát nem volt építész, hát őt most mit érdekelt, hogy mi a frászkarikából van ez részletesen csinálva, ugye? Mert mi úgy tudtuk, hogy ez tégla. Nem. Vasbeton. Most nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a vasbetont mikor találták föl. Most pontosan én se, de azt hiszem 1852, az a vasbeton csónak, a francia pasas. Csak a dátumokat nem. Igen. A Szajnán egy vasbeton csónakban. Tehát unikális volt, hogy ugye, hát ez a pofa, hát még egyetemi professzor volt, ezek nem vicceltek. Ezek tudták a bulit. És sics úgy megcsinálta, 25 centis vasbetonból, arról se begyenek. Hát ezt kellett elbontani. És miért? Azért, mert bennmaradó zsaluzattal csinálta meg, és ez a csodálatos fésűs Ilonánk, ez a mikrobiológus hölgy, ez itt még nagyobbakat visongott, mint sem a ókeresztény. Mert hát olyan gombák voltak, amik lehetetlenek voltak. Csináltunk egy térszint alatti feltárást, hogy megfejtsük egy picinkét
a Székesegyháznak a rejtélyét, tehát hogy hogy is állt ez az egész össze. Hát itt van Őkelme, a teljes valójában, tehát ezt úgy tessék elképzelni, hogy észak-déli irányba súgy elmetszük ezt az egészet. Na most hát ez homály, tök homály volt. És azt csináltuk, hogy ezen a szinten, itt lehajtottunk egy bányászatilag egy aknát, és ezen a szinten behajtottunk egy vágatot. És próbáltuk kitalálni, hogy is van ez alapozva maga, ugye, tehát ez a patkája a Székesegyháznak, ez a homlokzati fala, és akkor mondjuk itt van a tornya. De hát ugye, mivel nem tudtuk, amikor ezt a tervet csináltuk, hogy néz ez az egész ki, hát ugye ott be, hát ebből is baromi balhé volt, mert nekünk van egy műemlékvédelmi filozófián, ami nagyon különbözik a magyarországi hivatalos verziótól. A magyarországi műemlékvédelem véleményem szerint ortodox. Egyetlen egy eszközöd marad, a szívükön keresztül kell hatni az emberekre, az pedig hogy lehetséges? Az a művészet. Tehát olyan művészeti eszközöket, olyan művészeti effekteket kell használni, amely a Józsi bácsinak is világossá teszi, tehát ezt a felfedezés örömét átadni a Józsi bácsinak. Ó, hát most, hát persze! Mi a régésznek a szép ittben, és mik azok az új eredmények, amelyeket most meg kell osztani a nézővel? Hát én azt kérném, hogy Zoli, az előzőt rakd vissza. Nyilvánvaló, hogy itt egy arcpoétikát hallottunk, mert hogy a Zoli elfelejti azt, hogy végeben kitalált egy olyan módszert, ami a világon az egyedül jó, az új klímaberendezés. Tehát ahogy meg lehet nyerni ezt, meg lehet menteni. Egy fantasztikus dolog, nem véletlenül kapta az UNESCO díjat. Ez az arzpolitikához hát az egész életét rárakta. Tehát nyilvánvaló, hogy itten őrült sok energia meg minden történt. De én visszatérek a régészethez. Gondoljunk arra, hogy a kereszténységnek itt egy olyan szakaszáról van szó, amikor ki jön a kereszténység a kazamatákból. Egyszerűen nincsenek katakombák többé, ez a győzedelmes kereszténység. Az a győzedelmes kereszténység, amelyik a Mulvihói csatárnál kezdődött 313-ban. Akkor, amikor a Nagy Konstantin előtt megjelent ez a jel, a Krisztus monograma, megjelent ez a jel, és azt mondta, ez a hang hallatszott el, hogy in hoc signo vinces, ebben a jelben fogsz győzni, és valóban másnap győzött. Ez az, amikor a kereszténység kimászik a katakombából. A pécsi, római kori emlékek, sírépítmények ebből a korból származnak. Tehát körülbelül azt mondanám, hogy 313-tól 430-ig, esetleg 450, 460, ha van itt maradvány népesség. És egy ilyen kis területen olyan sokfajta építmény van, tehát van a szokásos pince, amiben beletemetkezünk, és fölte van emléktemplom. Van olyan, amelyik egy szektárnak a temploma, van olyan, amelyik háromkaréjos, van amelyik hétkaréjos. És hál' Isten, hogy ezen a területen előkerült egy olyan építmény, amelyik nyolcszögletű. A nyolcszöglet az örökké valóságnak a jelképe, egyszerűen a keresztény mitológiában, vagy a keresztény ikonográfiában ez. Jézus sírja fölött nyolcszögletű templom van, a mártírok sírja fölött nyolcszögletű építmény van, és itt a nem ezen Zoli, hanem a másik az alaprajz. Ja. Hogy ilyen, és nem olyan.
nem olyan, ráadásul még kiderült, hogy igazán nem is nyolcszögletű. Tehát elindul egy építmény, amelyiknek három előtere van, nyolcszögletű meg minden, tehát a nyolcszöglet a mártírok sírja fölött, illetve a keresztelő templomoknak az alaprajza. Hát ilyen van. Itt kéném, ez egy elképesztő dolog, nagyon-nagyon fontos, hiszen ezzel fölzárkózik a Szalonához, a Ravennához ez a temető, és egy iszonyú kicsi területen belül van ez a játék. Ezt a nyolcszögletű dolgot átalakították aztán később temetővé, tehát lett egy három osztású temető valami. Nem festett, tehát azt, amit a nagyon sokan vártak, hogy egy újabb festett kápolna, sírkápolna kerül elő, tehát nem festett, de alaprajzilag ezerszer fontosabb. Ezek a falak a déli irányban esetleg azt mutatják, hogy itt volt egy templom. Ezek a baptisztériumok nagyon gyakran kettő templom között helyezkednek el, és el lehet képzelni, hogy valóban az altemplomnak amit soha nem hittem el, hogy az altemplom, illetve a székesegyház római eredetű, vagy valami, mert hogy összesen egyszer volt lehetőségem benne ásni, és semmiféle ásatás nem volt, semmi római nem került elő. De a helyzete abszolút itt van, tehát ezen a részen, tehát egy templom, esetleg két templom között, déli irányban a Zoli ott mutatja, hogy hol van ez a dolog. Jó, de hát ők, mindenki látja. Tehát akár két templom közötti baptisztérium keresztelő kápolnáról van szó, nem páratlan, hanem kötelező. Szóval itt a páratlan dolog a pécsi, hát a világörökség pályázatban végeredményben az, hogy egy kis területen olyan koncentráció van, amelyik a változatosságában, a számtalan megoldásában elképesztően bonyolult. És hát gondoljunk bele, hogy bárhol itt leásunk, hát itt még olyan dolgok nincsenek jelölve, ami helyeket ismerünk. Tehát bárhol leásunk, ott sír, sírkamra, templom, akármi van. Ez egy páratlan, olyan páratlan együttes, ami lehet, hogy nem annyira gazdag, mint Szalóna. Lehet, hogy nem olyan páratlan, mint az elpusztított, ugye, Pompei, de Közép-Európának azért az egyik legjobb helye. És hát belegondolunk, hogy tényleg, hogy ne csak a rómairól beszéljünk, hogy itt van ez az elképesztő együttes, itt van a székesegyház, aminek a régi költárát, hál' Isten, hogy a Zoli tervei szerint most építik. Itt van az állítólagos egyetem, itt van az akármi, tehát egy olyan páratlan együttes állít össze, mondjuk a Dunától keletre nincs olyan város, akiért valami ilyet tudna mutatni, de a Dunától nyugatra sincs. Tehát ez a Pécsnek ez a legnagyobb értéke. Szeretném megköszönni most az ő előadásukat a múltban, és reméljük, hogy tudunk még találkozni, és sok sikert, jó szerencsét, és olyan anyagiakat, amelyel meg tudják valósítani tervüket, ma ez a legfontosabb. Csak jó szerencse, és pénz, és semmi más. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klubból, a Millennium jegyében, a Vasutas Művelődési Házból búcsúzunk most, reméljük, hogy hasznos ismereteket szereztek, jól szórakoztak is mellette, és még egyszer köszönöm szépen a közönségnek és az előadóinknak a részvételt. Viszontlátásra!
követ. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub következő ékesték rendezvényeit, a köztünk élő tudósok sorozatát látják. Egy olyan pécsi polgárral beszélgetünk ma este, aki 16-szor járt a mennyei birodalomba, prózai nevén Kínában. Ma esti vendégünket bemutatom, dr. Vitéz Bárdi László egyetemi tanár, Pécs és a Budapesti Egyetem sinológusa, Kína szakértője. Ma esti vendégünk nem csak szavakkal, hanem térképpel és majdan videófilmmel is fogja illusztrálni előadását. Én azzal kezdeném, hogy egy pécsi polgár hogy kerül el a hazánktól több mint 10.000 kilométerre lévő Kínában, hiszen ha ránézünk a földgömbre, akkor azt meg kell pontosan fordítani 180 fokba, hogy Kína láthatóvá válik. Erre kérném az első választ. Én is tisztelettel köszöntöm valamennyiöket, és teljes elismerésem, hogy a pillanatilag futó brazil és 226. adásaért inkább időjöttek el. Visszatérve Bügner doktor úr kérdésére, tulajdonképpen most már könnyű elutazni Kínába, mert 1984 óta lényegében csak pénzkérdés eljutni. Nem mindenhova, mert Kína egész területe, ez a kontinensnyi ország valóban azért még mindig sok rejtélyes, különleges számunkra szokatlan dolgot tartogat. Kínaiakkal tanulgattam együtt egy időben, és ők meg, bár nem teljes tájékozottsággal, de arról tudtak, hogy a náluk élő nomád népek egyike másika, például a retteget hunok, akik a hosszú, sok ezer éves kínai történelem alatt a legnagyobb ellenfelüket jelentették, a mostani modern időket is beleszámítva, hogy ők egy kicsikét hasonló, de fordított utat tettek meg. Ők azt tudták róluk, hogy nyugatra mentek valamerre. De a kínai, a mongol, az ujgur források kísérték egy darabig, ameddig érdekes volt a számukra. De valahol ott még az Ural előtt, a Kaszpi-Aral térségben elveszítették szem elől, nem volt már érdekes nekik. Tehát egy nép, amelynek a keleti, és ugyanakkor más nézőpontból nép, amelynek a nyugati sorsa tisztázatlan. És éreztem akkor a kétfajta forrásanyagot, tudásanyagot érdemes lenne összeilleszteni, és hát akkor próbáltam egy picit komolyabban tanulni, mert láttam, hogy a középiskolai meg egyetemi nyelvtanulás az nagyon kevés, és szerencsém volt, mert hát ugyan 16 évig kellett várni az első útlevélre, mint oly soknak a jelenlévők közül, de utána azután próbáltam folytatni a egyetemi tanulmányaimat, mert Németországban, Angliában, Olaszországban tanultam tovább, egy dél-kínai egyetemen, tehát próbáltam nyelvekben és másban bepótolni azt, amit hiányosnak éreztem, és most aztán végképp nagyon hiányosnak érzem mostanában, de már kevésbé jut időm a tanulásra, csak oda az a legfeljebb. Első magyarként részesültem egy ilyen teljes véletlen, tehát itt nem szabad túlbecsülni semmifélét. A véletlennek szerencsének nagy szerepe van, és hát ez volt a lejtőn a következő lecsúszás, mert utána akkor a folytatásban kiderült, hogy Kínában, akikkel beszélgettem egyetemeken, kutatóintézetekben, akkor láttam, hogy ők a nyugati források egy részét nem ismerik. A kínaiakat szenzációsan ismerték természetesen, de másfajta kapcsolódásokat nem annyira. Hiszen közismert Kínának az évezredes, évszázados, jelenkorunkban is meglévő hallatlan elzárkózása. És akkor hát már is láttam azt, hogy ott mivel lehet segíteni és hasznos munkát végezni. És akkor a lejtő következő állomása volt, hogy akkor kiadjam az egyszerű állomásokat. Akkor Peking Egyetemen kellett tanítanom, de előtte még más közöm volt kínai diákokhoz, és hát a tanításnak nem csak az előnye, hogy az ember elmondhatja az eszmét és téveszmét, hanem rengeteget tanulhat a diákjaitól, a társaitól, és így tovább, a könyvtárból, sok mindenből. És akkor hát ennek volt egy olyan közvetett előnye, hogy későbbi években, amikor Kínának egy-egy térsége zárva maradt, mert akár az ujgur terület, Tibetről nem is beszélve, Belső Mongólia,
amikor különböző politikai mozgalmak miatt tüntetések és így tovább, időnként még a térképen sem, szó szerint a kínai idegenforgalmi tájékoztatókban, ha láttam, hogy valamelyik tartomány kimarad, Tibet volt a leggyakrabban ebben a helyzetben, ujgur területek esetleg, akkor tudtam, hogy oda most végképp nem lehet beutazni, mert hát még a tájékoztató füzetekben sem szerepel, de szerencsére a volt diákjaim mindig segítettek. Aki régi térképet látott, régi alatt értem a 10-12 éves térképeket, ott látta, hogy voltak nyílt városok, ahol be lehetett utazni engedély nélkül. Utána voltak azok a területek a második kategóriában, ahol engedélyt kellett kérni, és vagy megadták, vagy nem, 50%-os esély volt, és volt a zárt kategória, oda engedélyt sem volt érdemes kérni. Na hát ez volt a következő lépcső, és akkor azután, miután nincs megállás ebben, a kérdést kicsikét elmegyést, hogy hosszú ére elesztettem, mert utána akkor egy délkínai egyetemre visszahívtak, hogy ott meg tudom, hogy nevetséges dolog, én is annak tartottam, szégyenkezem is inkább egy kicsikét, hogy Kínába, kínaiaknak, kínai történelmről dadogni, amit nekik jobban kellene tudni. Csak hát az előbb már tettem célzást a zárt térségekre és így tovább, és arra, hogy bizonyos ismeretanyagokban nem lehet nélkülözni a nemzetközi tudomány eredményeit. Ha ezt a szót kimondom Kína, akkor mindenkinek a szuperlatívuszok jutnak az eszébe, hiszen a földkeresség legnépesebb, több mint 1 milliárd 200 millió lakosú birodalma, a föld harmadik legnagyobb kiterjedésű álloma Oroszország és Kanada után, itt található a világ legmagasabb hegycsúcsa, a csomolunk ma, egy szóval mindenből a leg. Bemutatnám néhány szóval ezt a hatalmas területet? Köszönöm szépen a kérdést és lehetőséget. Már csak azért is tudom, hogy ez nem igazán jó térkép, mert ez akkor lenne igazában jó, ha itt lenne mellette teljes Eurázsia, tehát Európa és Magyarország is, mert akkor lehetne érzékelni, hogy nagyjából mekkora területről van szó, bár itt nagyon pontos adatokat hallottunk, és nagyon hálásan köszönöm is. Mert rendkívüli méretekről van szó, egy kicsikét a színek is érzékeltetik, és itt akkor azt a szót hallják, hogy Tibet. Már is egy olyan irgalmatlan, hatalmas hegyvidéket látnak maguk előtt, amelynek most már a méreteiről is halványan lehet képet kapni, mert miután majdnem Európa nagyságú területről van szó. Hát képzeljék el, hogy mondjuk Mandzsúria északi része, mondjuk tudom, hogy a térképen az irányok és a világterek másképp vannak, de mondjuk, hogy Izlandtól Kréta szigetéig, hogy Portugáliától egészen mondjuk a Fekete-tenger északi, a Krímig. Tehát hatalmas nagy területről van szó, és ezért, amikor valaki csak Pekingbe megy el, a fővárosi errefelé van, hogy akkor az mennyire ugyanaz, mintha valaki hegyes halomban van, és akkor büszkén elmeséli odahaza Kanadába, hogy ő volt Magyarországon. Tehát ilyen méretekről van szó. És itt, ha most hozzágondolják, hogy ezek a rettenetes területi sivatagok, a Taklamakán vagy a Góbi sivatag, amely kiterjed Mongóliára is, az a század elejéig kínai terület volt. Azért szokás néha úgy is mondani, hogy külső Mongólia, belső Mongólia, mert egészen északig, a Bajkál-tó, Bajkál, az is kínai szó, Pejháj, északi tenger. Ettől egészen a szubtrópusi vidékekig ez mind egyetlen ország. És hogy érzékeljék jobban a méreteket, hadd mondjam azt, hogy amikor legelőször, tizenvalány éve a Transzibériáról döcögtem el, Mongólián keresztül az 10,5 napig tartott, elég hosszú volt, amikor aztán egy párszor Mandzsúrián keresztül kellett mennem, az 11,5 napig tartott. Vagy például most ez idén háromszor voltam ott, kétszer nehéz munka volt. Most nyáron egy nagy konferencián, amikor Pekingbe érkeztem, akkor még nagyot kellett sóhajtanom, mert 51 néhány órát kellett éjjel-nappal express vonattal, az egyetlen vonattal, ami nyugat felé megy, menni, és onnan még a sivatagban még 3-4 órát terepjáróval egy picikét érzékelteti a méreteket. Peking, ami északra fekszik, és Eurázsia térképén is északon valójában, de az Róma földrajzi szélességével van, egy magasságban. Tehát lényegében erről van szó, és az irgalmatlan kiterjedés mellett a rendkívüli végletek. Az, hogy Kínában mindig van, ugyanabban a pillanatban biztosan megfagy 10 ember, és biztosan 10 ember hőhutában is meghal. Ilyen hallatlan végletek vannak, mert egyszer én is voltam olyan nehezebb helyzetben, hogy hát most nyáron is volt ilyesféle, amikor már reggel 6 órakor 35 fok körül volt, de napközben 41-45 fok, az még csak-csak elviselhető. De egyszer voltam úgy, hogy nagyon sürgősen kellett mennem éjszakra,
És akkor pedig ott meg nagyon nagy hóvihar volt, és akkor 2-3 napig még a fényképezőgépnek a kupakját sem lehetett levenni, a hallatlan nagy hóvihar volt, és hát 2 napon belül ilyen hőmérsékletkülönbség, az már rosszabb egy picikét. Na de hát végeredményben megint csak a tibeti fennsík. Ha most arra gondolnak, hogy nem is a Kárpátok, nem is a Bakony, azok is nagyobb acska hegyek, tudom jól, az Alpoknak a mérete, hát mondjuk a Kundunnak ez az ágacskája, az Alpoknak a hatalmas nagy hegyrendszere, magasságában is. Mert a tibeti fennsíknek az átlag magassága az nagyjából közelesen akkora, mint Európa legmagasabb hegycsúcsa, Mont Blanc, a 4680 valahány méterével a tibeti átlag magasság. Mindig mulatok, amikor a követségi barátai mondják, hogy na most megy egy magyar miniszter, ez is az Kínába, és akkor nézegetem a programot, és már látom ott a nagy átverést, mert látom, amikor péntekre rögzítik az érkezést, megmutatják Dél-Kínát, a hétfői tárgyalásig teljesen porhanyóra puhul a legedzettebb miniszter is a tárgyalásokra, mert ott Shenzhen meg a többi helyen, ott hallatlan 21. 22. század van. Ott tényleg a felhőkarcolók, nem a New Yorki, aki volt már, nyilván többen voltak New Yorkban, Chicago és a többi, azok a hatalmas, impozáns felhőkarcolók, hát igen, azok elavult régi öreg felhőkarcolók, mert 50-es, 60-as, 70-es években épültek, ugye most elfogyott a beépítendő terület, ezek pedig 90-es években. Az Amerikából hazacsalt Nobel-díjas kínai fizikusokkal, a nagyszerű mérnökeikkel, a japán, a hongkongi, taiwani, dél-kínai, dél-koreai tőkével, és hallatlan modernek. Egyszer egy egyetemi küldöttséggel jártunk, nem is Shenzhenben, egy sokkal egyszerűbb helyen, Shanghainak a egyik modern város részében. Ott másfél év alatt 40 felhőkarcoló épült, nem olyan, mint a pécsi 24 valahány emeletes, hanem egy kicsikét nagyobbacskák, kicsikét modernebbek, és másfél év alatt 40. Azóta eltelt még másfél év, de nem 40 épült, gondolom, hanem 60-70. Tehát itt az elképesztő végletek. Ugyanakkor emlékszem, hogy Tibetnek a déli részén, itt a Himalája menti völgyekben, vagy akár a belső mongolia sivatagokban, Taklamakán, ott pedig olyan elképesztő középkori világ van, ahol egyszerűen az emberek élete, gondolkodásmódja, ahol az elektromos áramot nem ismerik. Azon a vidéken találkoztunk olajkutató geológusokkal, és később olvasgattam, magyar sajtóban is megjelent utána, 90-es évek első felében volt ez, hogy találkoztak olyan oázisbeli lakókkal, akiknek sejtelmük sem volt, hogy Kína területen élnek. Pedig a szüleik, nagyszüleik, összes ősük ott élt, ott lakott, csak sejtelmük sem volt, hogy ez Kína területe. Mert ott homok van, meg még homok, meg azon túl is homok, és akkor minek menjen? Bár ott mutatták, hogy van itt egy öreg ember, aki egy nagyon világot járt, mert az volt már a fővárosban, bár hát fiatal korában nagy vállalkozó legény volt, mert 6-7 napig ment a tevén megállás nélkül. Hát egyrészt csodálkoztam, hogy hát Peking egy csöppet messzebb van, és egy nagyon gyorsjáratú teve deluxe kell ahhoz, hogy eljuthasson oda. De hát aztán kiderült, hogy Peking, és tetszett Peking? Nem is hallott ezt a nevet, kínai főváros, hanem ő Urumqit mondta, az ő fővárosukat, ott a sivatagi tartománynak a fővárosát. Tehát itt ezt csak azért mondottam, és egy kicsikét sajnos bőlére eresztve, hogy hiába este van már, mert annyira végletek országa nem csak a földrajz szempontjából, hanem a gazdasági élet, a nép élete, sőt a népek élete szempontjából is. Emlékszem, a múlt években Hongkong akkoriban még angol gyarmatnak számított Dél-Kínában, most már újra kínai terület, az anyaországhoz visszakerült, és ott kínaiakkal beszélgettem, akik készültek arra, hogy na, akkor a jövő évtől kezdve ők is kínai állampolgárok lesznek. Hát nem nagy kunszt, ugye kínai állampolgárnak is. Csak hogy nem olyan egyszerű a dolog. Mert ott vacsora közben meg utána azzal játszogattunk, hogy na most akkor nekik meg kell tanulni kínaiul. És akkor azzal játszogattunk, hogy na most ők mondják így kínaiul, én meg mondjam úgy. És akkor mulattak, mert nem az a különbség, hogy ember meg ember, mert akkor nagyjából azért tolmács nélkül értjük a szegedieket, hanem akkor mondja, hogy és ő megmondja, hogy nigga, hát a kettő mondjuk eltér jobban, mint az ember meg az ember, és hát
Na, ez is még hozzátartozik a végletekhez, de nem szeretnék többet locsogni, mert hát így is a kérdést. Mai este a tiédőt is nyugodtan beszélj, ámulva hallgatom egyébként ezt a nyelvi eltérést, de úgy látom hoztál videókat is, kazettát is, amelynek külön története van, mert hisz személyes közreműködésed is benne van. Hát csak annyi van, hogy valamikor, talán 2,5 évvel ezelőtt, egyszer, amikor készült Magyarország a milléniumi ünnepségekre, bár egy csöppet furcsa, hogy előbb ünnepeltük az 1100 éves honfoglást, utána pedig az 1000 éves keresztény állam alapítást, de a lényeg az, hogy akkoriban Magyarország próbált visszatérni a történeti gyökereihez. És miután ezek egy része pont a népvándorlással, a magyarság keletről érkezésével és a rengeteg homályos ponttal, amit majd a fiatalok fognak véletlenül tisztázni, fölmerült az, hogy esetleg kellene keresni olyasféle régészeti, néprajzi, történelmi emlékeket, hasonlóságokat, utalásokat, amelyek egy kicsike támpontot adnak érzékletes, szemléletes módon. És akkoriban szerencsém volt, mert pont olyan kínai ismerősökkel beszélgettem együtt, akik akkoriban egy nagy vállalkozásra készültek, mert 99-ben tavaly volt a modern Kína 50 éves évfordulója. Na ez furcsa dolog, hogy egy ősrégi ország, ahol a legrégibb ősember lelet, jó tudom, az még nem közvetlen történelmi emlék, mert az inkább egy antropológiai, a 700-750 ezer éves csoport ilyen pekingi ősember, de utána az államalapításnak a korszaka az meg már az is évezredes. Most hirtelen az jött eszembe, és bocsássanak meg, ha néha valami epizód eszembe jut, muszáj megidéznem, hogy ezt is érzékeltessem, például Konfuciusz, aki 2501 évvel ezelőtt élt, és mint nagy vallásalapító, filozófus, pszichológus, az emberiség egyik örök kulturális büszkesége, neki az egyik kedvenc időtöltése volt, hogy a régebbi műveket olvasta, tanulmányozta. És többek között az egyik híres konfuciánus alapmű, a Dalok könyve, azt ő szerkesztette az évszázadokkal korábbi szövegekből. Szóval ilyen táblatok. Ugye Magyarországon a legelső, ugye várjunk csak, a Tihanyi alapító apátság oklevelében az a néhány magyar szó. Meg utána a honfoglalást követő évszázadokban, amikor a halotti beszéd szövege. Ugye mi erre büszkék vagyunk, és teljes joggal, mert Magyarország büszke lett a nagyszerű történelmére, nagy értékünk. De hát ott egy kicsikét nagyobb léptékekről van szó, és ott, hát igen, ez is régi, de aztán még régebb is van. Mert, és ezeket próbálták megörökíteni ők is, és ezekhez próbáltunk kapcsolódni. Még a régiséggel kapcsolatban megint egy apróság jutott eszembe. Éppen nyáron dolgoztam ott, az előbb már ott a sivatagi vidéket mutattam, ott egyik csodálatos barlangtemplom rendszer, a világ egyik legnagyobb csodája, 492 barlangot véstek be az egyik oázisnak a homokkő falába, 366-ban a legelsőt, és ezt követően néhány évszázadig a többit, és csodálatos freskókkal díszítették, csodálatos festett szobrokkal égítették, 45 ezer négyzetméter festmény, a világ legnagyobb létező galériája. Egy kicsikét régebbi, mint a Louvre, meg a Guggenheim Museum New Yorkban, meg mint a British Museum. És a szobrok, a 2500 körüli szobor. És még itt hadd tegyek hozzá még egy kitérő másik epizódot. Pont Steinmann-ről, aki éppen 100 évvel ezelőtt indította az első belsergy expedícióját, ő találta ott az egyik barlang szentély falánál, egyik repedés mögötti részt kibontva, a világ egyik legkülönlegesebb értékét. Tudom jól, hogy ez lehet, hogy csak humán embereknek érték, de egészében azért az emberiség minden más szellemi alkotásra is büszke lett, mert a Steinmann-ről talált több évszázadnyi másfajta kulturális terméket, kéziratokat. Körülbelül 40 és 50 ezer darabot. Amelyeknek a legrégibbje az a 5. század tájáról eredt. Elfalaszták ellenségek, jó részt valószínűleg a hun bedörések elől.
Most képzeljék el, hogy a honfoglalást megelőzően, ilyen régi időszakról nem egyetlen és 10 soros, 20 soros szöveg lenne, hanem 40-50 ezer tekercs kézírás. Sőt, nem csak kézírás, hanem én dolgoztam egy időben, még korábban a British Museumban van, Steinwarrel talált a világ legelső nyomtatott könyvét. Mi ugye nagyon büszkék vagyunk Gutenberg híres, fantasztikus találmányára, könyvnyomtatásra. Csak hogy ott a Tumhalangi barlangban, amit Steinwarrel talált, azt a könyvet Wilhelm datálták. Tehát pontos keltezéssel kezdődik az első mondata. Az 600 évvel Gutenberg előtt, nem 6 évvel, nem 60-nal, 600 évvel ezelőtt nyomtatták. Ezek a régi kulturális emlékek tulajdonképpen nekünk is, meg az egész emberiségnek is fontosak, és nyilván a kínaiaknak is. Bár a kínaiaknak volt egy pár olyan őrült időszakuk, szerencsére rövid volt, amikor olyan őrült jelszavak léteztek, hogy építeni kell az újat. Idáig rendben van. De a folytatás volt az őrültség. Ehhez le kell rombolni a régit. És akkor mindenféle megvadított, fanatizált fiatal, a hungveipingeknek, a kis vörösgárdistáknak a serege. 14 éves tacskók, akik semmihez nem értettek, csodálatos porcelánokat, sejemfestményeket, értékeket, faragásokat, elefántcsont faragásokat, csodálatos ékszereket a kínai kézügyesség közismert pusztítottak el, és hát ez meglehetősen nagy csapás volt, és ezért próbálják most ennek elmúltával a saját értékeiket is jobban megbecsülni, megismerni és megismertetni másokkal. Kína a világ legnagyobb kommunista állam, hiszen ott volt a legnagyobb 33 milliós kommunista párt. Mennyiben érződik ez a fajta politikai berendezkedés a legutóbbi utat során, tehát a nagy fordulatot, Mao-Tse-tung halál után? Azt hiszem, ez is azok közé, a régi sablonok közé tartozik, amiről a világ még, aminek a változása a világ nem akar tudomást venni, mert formálisan a kommunista párt létezik és vezet most is, de egy kicsikét úgy, mint az angol királynőről szokás mondani, hogy uralkodik, de nem vezet. Egy kicsikét ez a párt szerepe. A piacgazdaság annyira erőteljesen előre tört, közéletben, gazdaságéletben, államéletben, hogy teljesen formális. A piacgazdaságra hivatkoznak állandóan, ahogyan korábban a párt apparátus, pártitkárok tömege mindenhol növelte a munkanélküli balasztot, most ez mindez megszűnt. Egy csomó fiatal erről már szinte nem is nagyon tud. És egy csomó régi dolog az inkább csak reflexszerűen emlékként létezik, bár a pártnak a szerepe, ahogyan a közéletben kevésbé érhető tetten, inkább csak mondjuk a közigazgatásnak az adminisztratív egyes mozzanatainál. Tehát egy-egy gyűlésnél, hogyha olyan a gyűlés, akkor nagyon gyakran ott van egy-egy párt képviselő is, aki semmit nem csinál, és semmiféle szerepe nincsen. És azt hiszem, Kínában egy mai kínai fiatal nem kíván már pártitkár lenni, mondjuk 30 éve, hanem ő gazdag, polgár, vállalkozó akar lenni. És hát ehhez még azt tegyem azért hozzá, hogy Kína volt az egyetlen kommunista ország, amikor legelőször a politikai vezetőit bíróság elé állította, és mindenkit halálra ítélt. Igaz, hogy kegyelemből életfogytiglanra minősítették ezt az első ítéletet, a négyek bandáját Mao halála után mindjárt hónapokkal, feleséget, özvegyét is, de börtönben haltak meg. És utána is hallatlan módon leszámoltak azzal, aki visszaélt a párt nevével, hatalmával a régi bolsevik időszakban. Mert aki most a párt vezetője, elég sok politikai állami vezetővel találkoztam és beszélgettem, szinte kivétel nélkül voltak Mao börtönében. Egyetlen egyel nem találkoztam, egyetlen egyel, aki ne lett volna áldozata a kínai kommunizmusnak. Most lehet, hogy állami vagy párt funkciója van, annak, amit talán nem is tudom pontosan, mert reformkommunisták nem lehet nevezni, mert az egy fedőcímke, csak ha szabad mondanom. Mert inkább azt mondanám, hogy amit olyan nehéz megérteni Kína esetében, hogy
hogy más a jelszó és más a valóság. Mert például, amikor az első mondat a nagy ünnepi beszédben, hogy diadalmasan építjük a kommunizmust Mao és Marx gondolatai jegyében, és ezt azért tudjuk megtenni, folytatódik a mondat, sablon mondatok, ezek mindig így van, mert felszámoltuk a négyek bűnös bandáját, és ezt valaki nem olvasgatja, hanem mondja, akkor a négynél mindig az ötödiket mozgatja. Mao-t. Felszámoltuk a négyek bűnös bandáját és a főnököt. De az mondat első fele az, hogy az ő nevében. Ez egyszerűen azért van, mondották, hogy nem lehet megmondani azt 1.253.000.000 embernek, hogy 40 évig hazudtunk nektek. Nem. Ennél egy kicsikét azért kell kényszerből óvatosabbnak lenni, kényszerpályán van a vezetés. Sok esetben ez máshol is jellemző, más országban is, mert abból hallatlan, hogy belső cirkusz felfordulás lenne, helyette minden olyasmi megszűnik, ami korlátozás volt korábban a párt nevében, nagyon nagy piacgazdasági, magyarul a kapitalizmust a javában, csak nagyon tervszerűen, nagyon körültekintően, és azt mondják, hogy majd a Li meg a Wang rájön arra, hogy most tízszer annyit keres, lakása, élelme, mindene van, és akkor már meg lehet mondani neki, hogy na hát, Li, amit úgy mondunk, hogy a szocializmust építjük kínai módra, a kínai mód az azt jelenti, ez a szabványkifejezés, kötelező így mondani, vagy így szokás mondani, ez azt jelenti, hogy a szocializmust úgy hívják, hogy máshol, hogy kapitalizmus, piacgazdaság. De neked azt mondjuk, hogy szocializmus kínai módra. Ez benne a kínai mód. És ez nem képmutatás, mert egyszerűen az a mély kínai igazság van benne, amit Konfuciusz is hirdetett, hogy ha A és B veszekszik, vitázik egymással, és A-nak van a végén igaza, akkor ez nem azt jelenti, hogy B az kinullázott. Mert ha mindig valakinek teljes mértékben igaza van, és övé a utolsó szó, akár a politikában is, akkor lehetetlen, hogy B ne legyen valamilyen, szóval másik vita partnere, ne legyen érdekelt egy határig a közös hogyan továbban. Hogy ha valakinek totális mértékben igaza van, totális győzelem, akkor az nem jelent kínai gondolkodásmód szerint a másik oldal számára totális vereséget. Mert akkor fölborult volna több ezer év óta mindig a kínai rend, és Konfuciusznak egyik alapszándéka volt 2,5, meg nem tudom hány ezer évvel ezelőtt, hogy az ország életében, ebben a relatíve mindig nagyon magas lakosság országban biztonság, nyugalom legyen. Kínának a munkaképes lakossága azt hiszem jövőre érje el a csúcsot, 780 milliót. De csak azért ennyit, mert a statisztika 18-tól 59 évesig számolja. Ha egyetlen évvel többet számol, az ilyen számok esetében azt jelenti, hogy Németország és Franciaország teljes munkaképes lakosságának a háromszorosa, pedig csak egyetlen év. Ahogyan most a múlt hetekben elkezdődött a kínai próbanépszámlálás. Éppen ott voltam tavasszal, amikor kezdődött a felkészítés, mert tavasszal kezdődik az igazi népszámlálás. 40 millió kérdezőbiztost készítettek fel. Mondom, 40 millió kérdezőbiztost, hogy számolják meg azt a népet, akinek az esetében, amikor a magyar újság úgy írja, hogy az 1 milliárdos Kína, akkor mindössze annyi emberről felejtkezik el majdnem, mint a teljes USA. Egy kicsikét mondjuk, de majdnem pontosan. Tehát egy teljes USA világ legnagyobb, leggazdagabb országa. És mondjuk 2,5 Japán, a világ egyik vezető legnagyobb gazdasági hatalma. Tehát ilyen nagy számokról van szó, és most ebben a beszélgetésben kérem, bocsássák meg, és nézzék el, hogy este lévén én nem vagyok olyan friss, mint kegyelék, hanem itt annyira elkalandoztam, mert egyszerűen nagyon sok mindent szerettem volna mondani, nem csak a nagyon pontos, nagyon jó kérdésekre, és kérek elnézést az elkalandozásokért, mert szerettem volna érzékeltetni, hogy nem arról van szó, hogy Olaszország, Németország, Spanyolország, amely szintén más, mint a miénk. De a gondolkodásmód, a civilizáció, a vallás, sok minden közös gyökerünk van, amiatt könnyebb őket megérteni, ha nem is netán a nyelvüket, de a gondolkodásmódjukat, értékrendjüket.
mennyire eltér egy olyan országé, ahol nem a nyelv jelenti a problémát, hanem az eltérő gondolkodásmód, az eltérő értékrend, azt, hogy egy Rembrandtot nem tartanak esetleg művészetnek, mi pedig nem tartjuk művészetnek azt a grafikus festményt, mert nem tudjuk, hogy mit kell benne keresni. És rengeteg egyéb ilyen példa van, és azért kalandoztam el, és azért kérem a megértő elnézést, mert ezt a sokféleséget, ezt a teljes másságot, bocsánat, különbözőséget szerettem érzékeltetni.